Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Második Reformkor Alapítvány által szervezett Pilvax Estek Extra beszélgetésen, amelynek keretében miniszterelnök jelölteket mutatunk be, illetve azoknak is a programját. Nem a politikai vitákra, nem a különféle aktuális eseményekre, hanem a jövőképre, a tervekre, Magyarországgal kapcsolatos elképzelésekre vagyunk kíváncsiak, és a mai vendég pedig nem más, mint Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, a Mindenki Magyarországa Mozgalom miniszterelnök jelöltje. Köszönöm szépen, szervusz! Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Elvileg miniszterelnök jelöltekkel való beszélgetése magázódni illik, de mi megbeszéltük itt előtt, hogy régi ismerettségünk okán tegeződni fogunk, úgyhogy ha valakit ez zavar, elnézést kérünk a kedves nézőktől. A beszélgetés menete úgy fog kinézni, hogy 5 témát fogunk átbeszélni, amit én javasoltam. Az egészségügy, az oktatás, a gazdaság, az alkotmányosság, illetve a külpolitika, és mindenki hozhat magával egy témát, ez pedig a vidék, demográfia, cigányság kérdés volt, amit polgármester úr, miniszterelnök jelölt úr, te hoztál. Körülbelül 10 percet szánunk mindegyik témára, de aztán nyilván, ha az online tér elbírja, túllépünk, az sem baj. Ez a kis homokóra fogja jelezni, hogyha már nagyon-nagyon túlléptünk az időn. Úgyhogy én azt javaslom, akkor vágjunk is bele, kezdjük az első témával, ami az egészségügy. Az van az első kérdésem, hogy belevágva a közepébe, hogy itt azért történt komoly változás a Covid-járvány kapcsán. Komoly béremelés történt, és a hálapénz kriminalizálása is lezajlott. Mit szól ehhez? Márki-Zay Péter. Nagyon örülök neki. Tehát talán az is megkülönböztet a pártjelöltektől, hogy én nekem nem csak, hogy nem esik nehezemre megdicsérni a kormányt, hogyha valamit jól csinál, hanem azt gondolom, hogy a legtöbb ellenzékiek között valószínűleg a legtöbbet dicsérem is a Fideszt. A béremelés nagyon régóta esedékes volt, rengeteg orvost elveszített, egészségügyi dolgozót elveszített ez az ország, amiatt, hogy alacsony bérek voltak. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon helyes és régen időszerű lépés volt. A hálapénz kivezetése szintén ilyen. Annak idején a megyesi kormány óriási hibát követett el, amikor akkor volt egy 50%-os hirtelen béremelés, de akkor az egészségügytől, a dolgozóktól, ugye a tanárok volt a másik célterület, egyiktől sem kértek semmit. Márpedig én vállalatvezetőként úgy vagyok vele, hogy ha valakinek valamit adunk, akkor kérünk is cserébe, és ez egy kiváló párosítás volt jelen esetben, hogy a hálapénz kivezetésért cserébe adták ezt a magas bért, ami minden így is úgy is kellett volna, de azt gondolom, hogy most már nem is indokolt. Tehát ez egy nagyon, csak dicsérni tudom. A hálapénz kivezetésével kapcsolatban mit gondolsz? Elegendő lesz az, ami most történt, vagy ez valamilyen gópatak módjára visszatér ez a jelenség? Sokan szkeptikusak azért ezzel kapcsolatban. Igen, tehát önmagában azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű lépés, a fizetésemeléssel együtt lehet. A kérdés majd az lesz, hogy ennek milyen follow-upja, követése lesz. Ugyanis, hogyha egyrészt effektíve nem fogják üldözni, akkor vissza fog térni, és legfőképpen akkor, hogyha a rendszerben továbbra is bizonyos előnyöket hálapénzzel lehet majd megszerezni, akkor hiába tiltják. Tehát, hogyha a professzor, akit operál, azt hálapénzzel, ismeretségi alapon és a többi lehet elérni, az emberek úgyis azt akarják, hogy ne az adjunktus, ne a medika kezelje őket, hanem lehetőleg a professzor. Tehát ennek a rendszerébe azért még mindig bele fog férni, szerintem, hogy valamiféle előnyöket adnak. Nem sorolom, hogy milyen problémák származtak a hálapénz intézményéből, és fognak is. Nagyon komplexen igyekezett megközelíteni a kormány, de ezt egy lépésben nem fogja tudni megoldani, tehát hogy más nem mondjak, a magán és közegészségügynek az összekeverése az nagyon régóta része ennek a hálapénzes témának. Tehát akkor, amikor valaki például, és hát én nekem a szülésben van nagyobb tapasztalatom, nyilván 7 szülésen voltam jelen, mind a 7 gyermekem én, az természetes, hogy most, mai világban mindeddig természetes, hogy a kórház eszközeit, infrastruktúráját használó orvos, az a kvázi hálapénzt, azt magárendelésen szedi be az ügyféltől. Tehát ő neki van egy maszek rendelése, hova oda hívja az őt választó kismamákat. Gyakorlatilag már a terhes gondozás során beszedik tőlük azt a pénzt, amiért kiérdemli azt, hogy majd ő legyen ott, és akár ő ügyeletes, akár nem. Egy nagyon terhes dolog, én ezt abszolút megértem, a feleségem szülésznő, hogy éjjel, amikor elindul a szülés, akkor az orvos az akár ügyeletben van, akár nem, ő fel fog kelni, és be fog menni a kórházba, és ott levezeti azt a szülést. Ahol már az édesanyja előtte többször ott volt nála, és kifizette effektíve ezt az összeget, ami, mondom, hivatalosan nem is hálapénz lesz, teljesen legális, és ezt most sem tiltja semmi. Tehát ez a magán és a közeszközöknek a használatának a keverése, ez még mindig egy érzékeny kérdés. Erre majd külön ki is térünk, de előtte még megkérdezném, hogy az egészségügynek a kormányzati struktúrában hol látod a helyét? Külön minisztériumként, vagy valamilyen területtel összevonva? Nem, én azt gondolom, hogy azért teljesen normális, hogy egészségügyi minisztérium van. Azt gondolom, hogy a világ legtöbb országában ez így van. Nem emlékszem, hogy bárhol hallottam volna, hogy ne lett volna egészségügyi miniszter. Jó, akkor menjünk bele a részletekbe. Mik volnának azok az mi volna szerinted az első lépés, vagy az első lépések, amivel az egészségügyi minisztert megbíznád, hogy akkor kezdjük itt? Nagyon érdekes az, hogy amikor Kásler Miklós miniszter lett, akkor ő harcot hirdetett a kórházi fertőzések ellen. Teljesen indokolt módon, hiszen Magyarország az az ország az Európai Unióban, ahol a legtöbben halnak meg egyébként megelőzhető, kezelhető, gyógyítható betegségekben. Tehát, és ezek között kiemelten szerepel persze a kórházi fertőzés. Tehát azt mondom, hogy ez például lehet egy jogos prioritás. Ez csak egy természetesen ezek közül. Én azt gondolom, hogy nyilván egy nagyon biztos, hogy pénzigényes a legtöbb magyar egészségügyben jelentkező probléma, úgyhogy ha nem stadionokat építünk, hanem kórházakat, ez önmagában is egy jó jel. Ugye vannak erre törekvések, azért azt is el lehet mondani. Biztos, hogy több kell. Az is nagyon jó, hogy a fizetéseket megemelték. Én azt gondolom, hogy még az egészségbiztosítás és a beteg jogok képviselete az gyerekcipőben van. Ezt is elkezdték, különben nem is az Orbán kormány, hanem még előtte. Tehát már az elmúlt 8 év. Az is foglalkozott ezzel a kérdéssel, az Orbán kormány inkább visszaépítette, tehát például a betegjogi képviseleteket azt visszaépítették, néhány dologban léptek előre, egészen biztos az eszköz ellátottság is azért fokozatosan javul, de ott még mindig rengeteg tennivaló van. Várólistákban nem sikerült komoly előrelépés, tehát most is óriási várólisták vannak, ott nyilván a létszám és az eszköz egyaránt hiányozhat, ezekben kellene szerintem leghamarabb lépni. Az egészségügy egy nagyon komplex terület, a háziorvosi része, van a szakellátás, van a fekvőbeteg ellátás, sürgősségi, sok terület van. Én most hogy emeljem ki a háziorvosi ellátást? Mert mégiscsak ez az első, ez a kapu, amin belépünk, hogyha az egészségügyi rendszerbe valamilyen feladatunk van, vagy valamilyen kezelnivalónk. És hát itt azért ég a ház, mondhatom úgy. Nem tudom, hogy Hódmezővásárhelyen például te, mint polgármester, mit tapasztalsz? Mert azért az országos jelenség, hogy kevés az orvos. Kevés a háziorvos, idős a háziorvosi állomány. Alapvetően egyébként a pénz fogja megoldani ezt a kérdést is, bocsánat, ha közgazdászként ezzel fogok hivatkozni sokszor. Tehát természetesen a béremelés szerintem magában is pozitív hatással lesz. Azok az orvosok, akik eddig csak nyugaton találták, saját bátyám orvosként Németországban dolgozik, hát ha elgondolkoznak rajta, hogy most már nagyon jól lehet majd keresni itthon is. Nyilván itt a házi orvosoknál is ugye a pontrendszerben az egységre jutó forintokat meg kell emelni, ez nem kérdéses, de a mostani emelés azt is megoldja részben, hogy már megéri házorvosnak lenni, megéri nyugatról is hazajönni. Vizitdíjat el tudnál képzelni esetleg? Ugye nagyon komoly vitát okozott annak idején, volt még népszavazás is róla, de a háziorvosok körében nem volt egy nagyon elutasított dolog. Közgazdaságilag ez egy teljesen racionális felvetés. Ugye ott egy biztosítós rendszerben az Egyesült Államokban is éltem. Tehát mondjuk Kanadában, ahol egy olyan egészségügy van, amit én is szeretnék, ott nincs vizitdíj. Az Egyesült Államokban, ahol a világ legkiválóbb egészségügye működik, de finanszírozási és költségokból nyilván nem tartom tökéletesnek, vagy nem is tartom jónak. Ott viszont például az én biztosításomban minden egyes orvosi vizit $20-ba került, ha bementem a kórházba bármilyen okból az $100-ba került, hogyha egy receptköteles gyógyszert kiválasztottam, minimum $20 fizettem, tehát volt egy önrész, mint az autóbiztosításban. Ennek megvan az a funkciója, hogy fölösleges dolgokkal ne zaklassák az orvost, és az orvosoknak valószínűleg ezért tetszik, de van egy borzasztó hátrányos tulajdonsága, hogy én is amikor tudtam, hogy hát most van egy kis panaszom, de most elmegyek ezért, akkor fizetek $20, vagy berek a kórházba $100, fizetek egy CT, vagy MRI, vagy bármilyen vizsgálatért, és az ember inkább akkor halogatja, nem csinálja meg. És sokszor az idő az kritikus. Tehát, hogy ennek az egészségünkre nagyon káros oldala lehet. Tehát Magyarországon azért a vizidi nem volt egy... Nyilván nézőpont kérdése, de az nem volt egy elborz. Igen, de abban sem biztos, hogy ténylegesen visszatartó hatása lett volna. Magyarországon szerintem a vizitdíj az olyan volt, mint az Orbán kormányoknak, ugye és az első kormányra utalok inkább, a minimálbér emelése, ami effektív, olyan alacsony volt a minimálbér, hogy annyira már senki nem dolgozott valójában. De a fekete munkának a kifehérítésében volt jelentősége a minimálbér emelésnek. Én úgy látom, hogy a vizitdíj az inkább azt szolgálta, hogy a kórházaknak és az orvosoknak ugye a TB-vel való elszámolásában meglévő szabálytlanságokat tisztességtelenségeket, azokat kiszűrje. És ezt meg lehet oldani vízidíj nélkül is, tehát adott esetben igen, egy TB kártyát ma már semmi gond nem lehet leszkennelni. Minden alkalommal, amikor valaki ott van, ő azzal fizet, tehát nem bankkártyával fizet és nem készpénzben fizet, hanem kvázi azzal fizet, és Kanadában ez így működött természetesen, hogy a biztosítási kártyáját leszkenneli. És a biztosító ezek után valamiféle juttatást adhat ugyan az orvosnak, meg lehet büntetni is adott esetben, ugye, tehát mondom, itt lehet egy ilyen bónuszmálusz, vagy bármilyen rendszert, ugyanúgy, ahogy most is van egyébként tulajdonképpen negatív motivációban, nem tudom, 2500 vagy mennyi fölötti betegen rendelkező orvos már elkezd kevesebb pénzt kapni a OEP-től, tehát ez már motiváció kérdés. El lehet érni anélkül is, hogy vízidíj legyen. Értem. De ez a kérdés már átvezet bennünket ahhoz a témához, amit mi mindenképpen, bár az időnk itt már közben elfogyott, de nem baj. Ez fontos kérdés, és a te eddigi megnyilatkozásaid kapcsán szerintem izgalmas is, hogy a magánegészségügy és az állami egészségügy viszonyát hogy látod? Mert ugye ez is egy neuralgikus pont. Igen. Én azt látom, hogy van egy pici képmutatás ebben a magyar politikában, tehát senki nem meri kimondani, hogy a király meztelen. Senki nem mer kimondani azt, hogy ha Orbán Viktor azzal kampányolt. Nem őrá gondoltam, de mindegy. Ha Orbán Viktor azzal kampányolt, hogy az egészségügy nem üzlet, akkor utána lehet esetleg mégis üzlet. A szomorú igazság az, hogy minden üzlet, álszentség lenne azt mondani, hogy az egészségügy nem üzlet. Őszintén szóval én nyugodtabb vagyok, ha az egészségügy üzlet, mint hogyha nem üzlet, mert ahol nem üzlet, ott tönkrementek. Afrikában találták azt, hogy azok a rendszerek, ahol ingyenes egészségügy volt, ott borzasztó rossz állapotok voltak, haltak meg az emberek és a többi. Ahol fizetős egészségügyet vezettek be, ott viszont jól működött. Tehát, hogy olyan nincs, hogy ingyenes egészségügy akkor, amikor például hálapénzzel fizetnek az emberek, meg zsebbe fizetnek. Nincs ingyenes egészségügy. Ez egy illúzió. Az állami egészségügy sem ingyenes, csak hiszen adó forintokból tartjuk föl. Csak hogy hol van az aránya ennek, mert igazából itt szokott az érzékeny pont elérkezni, hogy... Maga a modell, amit én ideálisnak látok, az egy egybiztosítós, versengő egészségügyi modell, amiben egyrészt az egybiztosítós, volt megint csak az elmúlt 8 évben ott felmerült a több biztosítós modell, azt hiszem, hogy az SZDSZ propaganda nagyon, csak az Egyesült Államokban működik borzasztó következményekkel. A kulturált világban, én ugye Kanadában, amikor éltem, ott éppen próbálták az egészségügyet megreformálni, állandó téma, és a holland-francia modellt igyekeztek másolni, az egy egybiztosítós, versengő modell. Én azt gondolom, hogy nem véletlen ezt választották, ez valószínűleg az egyik legkorszerűbb és leghatékonyabb. Mondd el, hogy ez pontosan mit jelentene. Az egybiztosítós ugye azt jelenti, hogy mi ügyfelek, úgymond, tehát a beteg, az nem válogathat biztosítást, így viszont nem lehet kimazsolázni a gazdag és a szegény ügyfeleket sem. Tehát nem lesz egy olyan biztosító, aki a tehetős, nagybefizető ügyfeleket kimazsolázza, és nagy haszonnal nekik extra szolgáltatásokat nyújt, és a szegény, szerencsétlen emberek, hajléktalanok, munkanélküliek, közmunkán lévők meg ott maradnak az államra hatalmas veszteséggel együtt. Tehát egyetlen egy kassza van, amiben a szolidaritás az egy alapelem, tehát természetes, hogy mondjuk most is többet fizetnek be ugye a gazdagok és a szegények kevesebbet, de ettől még az a rendszer ugyanazt a szolgáltatást nyújtja mindenkinek. Nem arról van szó, ma is van a magyar egészségügyben az, hogy egy ágyas szoba fölár, stb. Tehát nyugodtan ezek szerintem teljesen rendben vannak. De ha jól értem, akkor ez az alapcsomag, azért ez nem fedezne mindent. Most sem fedez. Tehát most sem fedez, ugye éppen a 700 milliós kezelések nyilván... nagyon társadalmilag érzékeny kérdésekre is vannak olyan kezelések, amit a TB nem tud fedezni. Akkor másképp teszem fel a kérdést. A jelenlegi helyzethez képest az, amit te mondasz, az az államilag fedezett egészségügyi szolgáltatások körét bővíteni vagy szűkíteni? Én szerintem nem ez a gond. Tehát nem is ez a kérdés. Hát azért az emberek szempontjából ez fontos. Nem? Most sem az a panasz, hogy nem fedezi. Általában nagyon ritka kivétel van, amikor azt mondják, az állam nem fedezi. Az a panasz ma szerintem, hogy nincs megfelelő kapacitás az egészségügyben, és emiatt váró listák alakulnak ki. A versengő egészségügyi modellnek viszont az a lényege, hogy a kereslet megteremti a kínálatot, tehát úgy, ahogy lehetnek magánkórházak, vagy én például nagyon szívesen visszavettem volna, és egyelőre nem lehetséges az önkormányzat kezelésében járó betegellátást. A jelenlegi OEF finanszírozásból ezt kiválóan meg lehet oldani, úgy, hogy a várólistákat le tudnánk csökkenteni. Budapesten több kerület, 13. kerület híresen, az járóbeteg ellátást működtet saját rendelővel, és sokkal magasabb színvonalon extra szolgáltatásokat nyújt a lakosoknak. Ezt nagyon sok önkormányzat megtenni, hiszen bennünket a polgárok direkt választanak, közvetlen választanak, tehát érdekem nekem is, hogy minden jobb szolgáltatást nyújtsak, és ehhez a finanszírozást is meg tudnánk találni. Én is meg tudnám találni. Én azt gondolom, hogy a versengésben az a lényeg, hogy kellenek a magánszolgáltatók. a legjobban működő területek szerintem azok, ahol egyébként vannak is, a dialízis ilyen például. Ahol magánszolgáltató a TV által biztosított forrásból, még a saját hasznával együtt is olyan szolgáltatást nyújt, hogy nem kell hálapénzt fizetni, elégedettek az ügyfelek, meg vannak fizetve az orvosok. Ha ezt a modellt tudnánk minden szélesebb körre kiterjeszteni, ez engem legalábbis megnyugtatna, és legfőképpen ott megvannak a kapacitások is, ott nincsenek hosszú várólisták. Tehát ezt a fajta versenyt és gazdasági szemléletet, ezt kellene biztosítani minél jobban. Az egészségügy kapcsán már csak néhány rövid kérdést tennék fel, és itt szigorúan csak egymondatos válaszokat fogadunk el. Tervezne a kormányod béremelést az egészségügyben, és hogyha igen, akkor van-e ez ügyben már most jelenleg a fejedben konkrét szám? Nincs konkrét szám. Azt gondolom, hogy a bérkérdés most is úgy merült fel, hogy kénytelen volt a kormány emelni. Nyilván ennek vannak igazságtalanságai, amit majd orvosolni kell, de ez finom a hangolás ahhoz képest, hogy most óriási béremelést kaptak az egészségügyi dolgozók, orvosok leginkább, nyilván az ápolóknak meg beígérték, hogy majd jövőre kapnak. Legyen így. Oké. Egészségügyi miniszterjelölted van-e már? Nincsen, de hogyha figyelembe veszük, hogy ez egy hatpárti kormány, és én ugyan szakértői kormányt szeretnék, de az egyetlen nem zárja közt, hogy valaki egyébként valamely pártnak az embere legyen. Például Komáromi Zoltán számomra egy nagyon szimpatikus ember, ő speciál a DK-nak a szakértője, de nem politikai alapon, hanem szakmai alapon őt például el tudnám képzelni. Kórházbezárások lesznek a Márki-Zay kormány idején. Hát amit az előbb mondtam, az ennek az ellentéte. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk nem. A gazdaságos működés... A gazdaságos működés adott esetben okozhat ilyen. És a versenyhelyzet. Tehát én azt gondolom, hogy azt a álságos dolgot mondani, hogy nem zártak be kórházat a Fidesz idején. Egy, a korábban bezárt osztályokat nem nyitották újra. Kettő, Makón a szülészetet, Vásárhelyen nem tudom, egy másik több osztályt is bezártak. Tehát most az, hogy kórházat nem zártak be, nem, de az osztályoknak a fele működik, a kapacitás pici, és egy gipszelésért be kell venni Szegedre. Én azt gondolom, hogy például ilyen dolgokat abszolút meg lehet oldani úgy, hogy Vásárhelyen is lesz gipszelés. Ezt tudom vállalni. Minden egyes téma után... És Makón is lesz szülészet. Minden egyes téma után még azt, amit meg fog kérdezni, hogy van-e olyan, amit jónak ítélsz a kormány teljesítményéből? Itt az elején egyébként elmondtam. Nagyon dicsértem. Van esetleg más is? Amit... Egészségügyben? Uh-huh. Nem, sajnos. Nincs. Borzasztó. Tehát a járványkezelése... És az lenne a kérdésem, igen. És akkor ezt majd fűzd össze akkor, hogy hanyasra értékelnéd 1-10-es skálán az egészségügyi teljesítményt? Ez az egyes. A más kérdés, nagyon örülök és megdicsértem őket a béremelésért, de az egészségügy és az oktatás a két krízis területe ennek az országnak. Tehát ha nem a stadionokkal meg a lopással foglalkoztak volna, hanem az egészségügyi és az oktatással, akkor Magyarország ott tartana, vagy jobb helyen, mint Észtország. Térjünk rá az oktatásra. Az egészségügynél megkérdeztem, hogy hol helyezkedne el a kormányzati struktúrában önálló minisztériumként az oktatásnál. Ez ugyanolyan kiemelten. Ugyanolyan el tudod mondani. Uh-huh. És akkor itt is azzal kezdjük azzal, hogy mik lennének a prioritások, mert az oktatás is ugye számtalan dolgot ölel föl, nagyon komplex rendszer. Mi volna az első kérésed az oktatási miniszterhez? Hát én több mindent, amikor gondolkoztam és készültem erre a beszélgetésre, a tankönyv monopólium helyett itt is egy versengő modellt, ami volt korábban, és nagyon jó tankönyveket csináltak. Ma már azt is ki lehet jelenteni, hogy nem tankönyvre, hanem interaktív, digitális tananyagra van szükség, amihez tabletek és laptopok kellenek a gyerekeknek, ezt viszont nyilván a kevésbé tehetőseknek az államnak biztosítania kell. Én elfből nem szeretek olyat mondani, hogy ingyen tablet vagy laptop minden gyereknek, mert van egy csomó szülő, aki egyébként meg tudja venni, és akkor ne az adófizetők fizessék. De igenis, hogyha bárkinek azon múlik, hogy akár nincs otthon internete, és emiatt nem tanulhatna egy szegény sorsú gyerek, az államnak biztosítania kell a laptopot, a tabletet, az internetet, mindent. Akkor tud tanulni ugyanis. Tehát ez alapvető tananyag, és sokkal jobb tananyagok fognak születni, hogyha egymással versengő, innovatív megoldások születnek, audiovizuális tartalmak, kisfilmek, zenék és a többi. Egy Wikipédiára rákattintva tovább tud menni mindig, és a saját érdeklődését ki tudja elégíteni. Ez az egyik kulcskérdés szerintem. A másik, ehhez kötődő talán, hogy ma egy rigid, merev, tényalapú oktatás zajlik, és ez nem készíti fel a magyar gyerekeket arra, hogy később versenyképesek legyenek a globális munkaerőpiacon. Ma már képességeket, készségeket kell oktatni. Ez egyébként az interaktív tananyag ehhez önmagában is sok segítséget nyújt. Olyan készségekre lesz szüksége a gyerekeknek, amit például Amerikában filmekben lehet látni, hogy mondjuk vitaklub van. Tehát tanuljanak megérvelni. Vagy a finnek nagyon szépen előre haladtak nyilván a közeli orosz befolyás miatt is a fake news fölismerésével, beazonosításával és az ellene való védekezéssel, hogy egyszerű tényeket tudjanak értelmezni a gyerekek. Aztán ugye mi elvileg általán ugyan kritizáltan egy jogállamban és demokráciában és piacgazdaságban élünk, és a lehető legkevesebb információt kapnak, készségeket kapnak a gyerekek, hogyha később vállalkozóvá válnak akár nyilván, vagy egyáltalán milyen jogaik vannak, tehát jogot, közgazdaságtant, vállalkozó ismereteket és politológiát, politikai ismereteket sokkal többet kellene oktatni, fel kell készíteni. Egy 18 éves gyerek legyen készen arra, hogy a piacgazdaságban, demokráciában, jogállamban megállja a helyét, akár nemzetközi viszonylatban is. Van olyan tantárgy esetleg, amit mondjuk akár megszüntetnéd, vagy csökkentenéd az óraszámát is, olyan, amit viszont növelnéd az óraszámát, vagy éppen bevezetnéd a közoktatásba? Megszüntetni nem szüntetném nyilván. Sajnos kényszerűségből ez a kormány pont az egyébként kritikusan fontos természettudományos tárgyakat szünteti meg, építi vissza, ugyanis nincs elég tanár. Ez megint ugyanúgy pénzkérdés, tehát hogyha megfelelően fizetik a természettudományos tanárokat, akkor szerintem többen választanák ezt a szakmát, és a többi. Amit fontosabbnak érzek, hogy erősíteni kellene, hogy az előbb mondtam, ezt a digitális elérés és bevonódás miatt, a számítógép használat, internet, tízujjas vakongépelés és a nyelvek. Tehát ahhoz, és az olvasás, nem utolsó. Az olvasás, értő olvasás, szövegértés. Én ezeket kulcsnak érzem ahhoz, hogy a magyar munkavállalók, akár egy szakmunkás is, tehát nem csak az egyetemi szintről beszélek, az akár egy angol nyelvű esztergagép leírásból föl tudjon készülni, és olyan jó munkavállaló legyen, hogy akik itt befektetnek, akár magyar, akár külföldi cégek, kapkodjanak utána. A nyelv kérdés ez most aktuális politikai ügyé vált, hogy ez ügyben hogy látod a jövőt, mert azért ez okozhat bérfeszültséget. Tehát hogy azért a nyelvtanár a piacon nagyon jól tud keresni, és nem érdeke az, hogy ő az állami oktatásban megjelenjen. Hogyan oldanád fel ezt a problémát, és hogyan vinnéd mondjuk el olyan területekre az országban a nyelvtanárokat, ahol aztán meg nem úgy nyelvtanárból, de sima bármilyen tanárból nagyon nehéz találni jókat. Most már nem fogok meglepni senkit, hogy azt mondom, hogy a piac meg tudja oldani ezt a kérdést, tehát ez abszolút motiváció kérdése. Igen, hogy ha valaki egy nagyrészt cigány lakosságú nyírségi vagy borsodi faluba elmenjen tanítani, ahhoz vagy szentembernek kell lennie, vagy rendesen meg kell fizetni. Én nyilván az utóbbit szükségesnek érzem, tehát a szenteket nagyon szeretjük és tiszteljük, csak kevés van belőle. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy azt meg kell fizetni. Kevés dologért szoktam ifjabbik Bush elnököt dicsérni, tehát nyilván a külpolitikájában mondjuk nem sokszor értettem egyet, de volt egy hihetetlenül jó programja, ez a No Child Left Behind, nem hagyjunk hátra gyereket. Ugye mondjuk az Egyesült Államok hadseregére utal ez a hátrahagyás kifejezés, ugye ahol egy nagyon komoly társadalmi szolidaritás van, egy hadseregen belül az, hogy akármi történik, kimentem a bajtársamat, a másik katonát. Ez egy nagyon patriotikus érzés, és igen, erre a patriotizmusra van szükség akkor, amikor mi nem hagyunk egy cigány gyereket sem az utolsó borsodi faluban sem leszakadni. És amikor ezt egyébként követendő és nagyon szükséges minőségbiztosítási rendszerben az amerikaiak bevezették, és a tanároknak onnantól kezdve nem azután járta a sok pénz, vagy a jutalom, vagy az előmenetel, hogy ők átlagosan milyen eredményt érnek el, és akkor már csak hobbiból is a legtehetségesebb gyerekekkel foglalkoztak, hanem a mércét azt a legalacsonyabb tudású gyerekekre tették, és a tanár még a szabad idejét is feláldozta a saját motiváció és a mérés miatt, hogy az utolsó gyerek is megtanulja rendesen írni, olvasni, elsajátítsa a tananyagot, tudjon számolni, és a többi fölkészüljön az életre az osztályában. És hihetetlenül onnantól kezdve nagyon szépen nőttek, a PISA eredmények is javultak az Egyesült Államokban, pusztán azt tették, hogy az aljára tették a mércét, és nem az átlagra. Egyszerűen mindenkinek meg kell adni az esélyt, és a magyar oktatás ebben hihetetlenül rossz. Funkcionális analfabéták kerülnek egy középiskolába, és a középiskolai tanárok arra panaszkodnak, hogy azokkal a gyerekekkel már nem lehet tanítatni, nem lehet őket tanítani, nem lehet tananyagot feladni, mert az alapok hiányoznak. Tehát én azt gondolom, hogy egy minőségbiztosításra van nagy szükség, és egy olyan fölzárkóztató képzésre, ami arra helyezi a hangsúlyt, hogy a társadalom alján élőket, azoknak adjunk nagyobb esélyt, őket zárkóztassuk föl. Nem lehet tudni, hogy melyik borsodi cigány gyerek lesz a ráknak a gyógyírének a feltalálója. Tehát egy hihetetlen társadalmi tartalék van abban, hogyha Magyarországon mindenki megfelelő képzést kap. Ez ugye azt is jelenti, hogy az oda kerülő, vagy az ott oktató pedagógusoknak a bérét el kell téríteni fölfelé. Most is vannak már ugye erre különféle szempontok. akkor úgy érzed, hogy ezt tovább kell folytatni, és vállalni azt is, hogy esetleg bérfeszültséget okoz a pedagógus társadalmon belül? Így van. Én megint csak én vállalati vezető voltam, középvezető életem nagy részében, az utóbbi 3 évet kivéve. Az teljesen természetes, hogy egy motivációs rendszerben, egy vállalatnál célkitűzéseket adunk, és azoknak a teljesítése és túlteljesítése után többletjövedelmet kap az illető, a béremelését is, az előmenetelét is, a jutalmát, a bónuszát is az határozza meg. Tehát meg kell fizetni a végeken dolgozókat, és mérni kell az eredményét. Tehát nem, megint csak a megyesi kormány, amikor az orvosoknak látatlanban úgymond emelte, és elvárások nélkül emelte a bérét. Én azt mondom, hogy egy olyan minőségbiztosítási rendszert kell bevezetni a tanároknál is, a meglévőt kell továbbfejleszteni, ami ezeket az extra teljesítményeket jutalmazza. A Második Reformkor Alapítvány nemrégiben készített egy törvényjavaslatot annak a problémának az orvoslására, hogy Magyarország világ első, vagy legalábbis Európa első, abban a tekintetben, hogy aki ahová születik, az nagyon nagy mértékben meghatározza a későbbi életét. Tehát lényegében nehéz kitörni Magyarországon. Ugye ezt már itt több szempontból is érintettük ezt a témát, akár a pedagógus bérek emelése kapcsán. Nekünk van egy olyan javaslatunk is, ami talán Lengyelországban már meg is valósult, hogy az általános iskolának a 8 osztálya az 9 osztályjá legyen bővítve, tehát legyen egy plusz év, pontosan a különbségeknek a kiegyenlítésére és a középiskolába való továbblépés segítésére. Egy ilyen jellegű javaslatot támogatná le, illetve bármi olyan jellegű elképzelés van-e még, ami az esélyegyenlőséget erősíthetné, vagy legalábbis a kitörésnek a lehetőségét? Az egyenlőség biztosításában lehet, hogy vannak, akiknek egy plusz év kell. Én nem leszek népszerű, amikor azt mondom, hogy a magyar átlag szülővel ellentétben én nem plusz 1 évig akartam a gyerekeimet a közoktatás rendszerében tartani, hanem azt szerettem volna például a legkisebb 7. gyermekemnél, hogyha ő el tudott volna menni 6 évesen. Én szerintem nem is az a megoldás hosszú távon, hogy minél többet töltsünk iskolába. Azt is el szoktam mondani. Van kötelezettségi korhatárral mit kezdeni? Az megint nekem egy abszolút pragmatikus kérdés. Tehát azt, hogy ez 16 vagy 18, nyilván a 16-ra azért csökkentették le, mert a középiskolában tanító és leginkább a szakoktatásban tanító tanár ismerőseim azt mondták, hogy kezelhetetlenek voltak azok a gyerekek, akiket nem lehet kirakni az iskolából. Lehet, hogy így van. Ez nem azt jelenti, hogy mi nem akarjuk 18 évig, vagy ők nem akarják 18 évig oktatni a gyerekeket, hanem hogy valamiféle motiváció kell. Sokan higgyák azt is, hogy a iskolába járástól tette függővé bizonyos juttatásokat a kormány. Én helyeslem. A kérdés itt is az, hogyan tudom elérni, hogy minél több gyerek minél tovább járjon iskolába, minél jobb eredménnyel, és a többi. Én azt gondolom, hogy nem, a plusz év az lehet, hogy valakinél szükséges, őszintén szóval megint csak gazdaságilag. Amikor egy előregedő társadalomban vagyunk, a legnagyobb problémánk hamarosan az lesz 2050-ben például, hogy nem lesz, aki az idősek, mi leszünk ezek, Gábor, tehát hogy a mi nyugdíjunkat ki fogja befizetni ebbe a felosztó kirovó rendszerbe. Demográfia, elfogy a magyar, nem lesz itt senki, nem lesznek munkavállalók, és a többi, nem fogják tudni befizetni. Akkor minden egyes plusz beépített év, az adott esetben számolj utána 2-3%-kal csökkenti a munkaerő létszámát Magyarországon. Tehát ez gazdaságilag is egy rossz gondolat. Nem az a cél, hogy plusz 1 évig maradjanak iskolában, hanem menjenek a munkaerőpiacra, tanuljanak. És az, hogyha túlságosan gyorsan akarod őket a munkapiacra terelni, megfelelő kompetenciák nélkül, akkor nem fordul-e visszájára az igyekezet, és ráöntesz a munkaerőpiacra képtelen tömegeket. Amiről most beszélünk, azt mondjuk, hogy ez a közoktatás ez nem jó. Ez pont nem tudja elérni azt a célt, amiről beszélünk. Plusz 1 év nem oldja meg. Sajnos sok ilyen program van Magyarországon most is. Vannak plusz éves, sok helyen van plusz év. Ez nem oldja meg az oktatást. Minőségbiztosítás, motiváció, tanárok képzése, jó megfizetése, tananyag interaktívvá válása, élményi innovatívvá alakítása, ezek oldják meg azt. Vagy éppen felelős szakmára oktatás. Az időnk lejár, de még az egyetemekről nem is beszéltünk, úgyhogy egy pár szót azért beszéljünk arról, hogy hogyan állsz az éppen zajló egyetemi átalakításokhoz, meg az alapítványi kiszervezésekhez. Mit kezdene ezzel az oktatási minisztered? Azonnal vissza kell venni. Tehát én azt gondolom, hogy ezt egyből semmissé kell nyilvánítani, itt majd az alkotmányosság és jogról úgy is fogunk beszélni, mint mondtad. Tehát egyértelmű, hogy ennek politikai célja volt, és nem egy felelősségoktatás fejlesztési koncepció, és a többi. A Harvard is alapítványi egyetem, de nem életfogytigra kinevezett fideszesek vezetik. Tehát úgy, ahogy ma a kórházak nem véletlenül, de az iskolák ugyanez. Ugye a közoktatásban a KLIK egy végtelen központosított rendszer, és olyan fideszes pártemberek, pártkatonák irányítják, akikre, amikor megszavaztatják a tantestületet, senki nem szavaz. Tehát abszolút fölháborító, hogy egy nyilvánvalóan alkalmatlan, a teljes tantestület által elutasított pártkatonát a teljes alkalmatlansága ellenére kineveznek igazgatónak, meg tankörletvezetőnek és a többi. Tehát nem véletlenül van Magyarország ott, ahol egyébként a lengyelek, akit említettél, csodálatos eredményeket érnek el a PISA felméréseken nemzetközi összehasonlításban. Magyarország pedig hát a múltból adódóan egy középszinten helyezkedik el, de ez az eredmény, ez romlik. Tehát nálunk az egy óriási feladat, hogy ne pártemberek irányítsák az egyetemeket sem. És most az ellenkezője zajlik, gyakorlatilag az államtól igyekeznek függetleníteni, pártkatonák kezébe adni visszavonhatatlanul az egyetemeket, mert a Fidesz attól fél, hogy ha jövőre elbukja a választást, akkor már nem pártkatonák fogják irányítani az egyetemeket, nem az ő kancelláriaik fogják irányítani. Az egyetemek függetlensége az egy fontos kérdés, azt gondolom, hogy az elmúlt 30 évben a Fidesz előtt legalábbis ezzel nem volt probléma, tehát valójában az egyetemeken nem politikai irányítás zajlott, a Fidesznek az elfogadhatatlan, hogy független egy intézmény és nem tőlük függ. Egyszavas válaszokra. Van most már csak időnk. Megmarad a KLIK, vagy eltűnik? KLIK-re ilyen értelemben nincs szükség. Kerettantervre van szükség. Az egészségügynél is megkérdeztem, most is megkérdezem, hogy van olyan a fejedben, akit el tudsz képzelni oktatási miniszternek? Nagyon sok van. Érdekes, én nagyon nagyra besülöm a pokornit, de néhány lépésével is értettem ennél egyet annó. Na hát ez biztos izgalmas lesz, majd ha meghallják. Fudán Egyetem. Abszolút fölháborít. A tanszabadság esetében az, hogy egy kínai egyetem idén is nyit egy kampuszt, tegye meg, a CEU is megtette. A CEU nem kapott támogatást az államtól, a kommunista Kína egyeteme miért kap? Miért kap többet, mint az összes magyar egyetem együttvéve? Miért nem lehet abból a pénzből a magyar felsőoktatást fejleszteni? Miért kell egy kínai kommunista párti egyetemet idehozni? Genderszak. Hogy látod a genderszak jövőjét az egyetemi oktatásban? Hát nyilván ez nem az a szakma, amivel nagyon sok embert majd a piacon el fogunk helyezni, és amitől Magyarország föl fog lendülni. Szociológus, altaisztika szakos, mongol nyelvszakos és hasonló képzésre én szerintem mindegyiknek megvan az a társadalmi igény, ami ezt meghatározza, akiket kiképeznek és el tud helyezkedni, annak sok sikert kívánok, de mondjuk az állam természetesen azokra fókuszál, és ebből a Fidesznek teljesen igaza volt, fókuszáljanak leginkább a természettudományos műszaki képzésre, mert az az, ami a magyar fölemelkedést fogja szolgálni. Semmi kifogáson, mindenki azt tanul, amit akar, de az állam fókuszáljon arra, hogy például a magyaroknak a természettudományos tudása, az informatikai tudása fejlődjön. Oké, akkor már csak annyi maradt, hogy van-e valami még, amit tetszett itt a kormány oktatáspolitikai intézkedéseiből? Tudsz olyat említeni az elmúlt 11 évből? Hát, hogyha a legrosszabb terület az egészségügy volt, akkor szoros második helyzet az oktatás. Hanyasra értékelni. Tehát ami tetszett egyébként, azt hadd mondjam el, tehát a minőségbiztosítási rendszer alapjait megteremtették, a rendszerváltáskor teljes tévedésként kihajított tanfelügyeleti rendszert effektíve visszaépítették, ez nagyon helyes. Most már csak tartalommal kell kitölteni, most már csak az a lényeg, hogy a jó eredményeket hozza ez a rendszer, maga a struktúra az megvan, de hát egy kettes lehet adni mondjuk erre. Fölzárkóztatás a legnagyobb, amit említettél is, a legrosszabbak vagyunk a PISA felmérés alapján is, borzasztó, hogy mennyire meghatározó, hogy egy közmunkásnak közmunkás lesz a gyereke, az orvosnak meg orvos lesz a gyereke. Hogy a társadalmi mobilitás, ami hatalmas tartalék ebben az országban, ezt mennyire nem használjuk ki. Szóval kettessel zártuk. Jó, akkor átérünk a gazdaságra. Megigazítom a kis óránkat. Hát elköltöttünk most itt, hát nem tudom, több 100 milliárd forintot minimum. Hogyan fogjuk betenni a költségvetésbe? Mert ugye hát te azért alapvetően egy piaci racionalitásról beszéltél eddig. Meséljünk egy picit arról, hogy mi lesz az a gazdaságpolitika, ami megtermeli ezeket a költségvetési forrásokat. Tehát én azt gondolom, hogy ha felelősen irányítja valaki a gazdaságot, és nagyon jó lépések, egyébként itt jobb osztályzatot fog kapni a Fidesz, előrejelzem neked, tehát sokkal jobban. Az első Orbán kormány azt gondolom, hogy a gazdaság területén nagyon jól teljesített, a második valószínűleg jól teljesített, most az utóbbi években látszik az, hogy most már félnek a választási bukástól és elkezdtek. Most már a lopás és a hatalom az fölülírta a gazdasági racionalitást, néha most már Matolcsi is kritizálja őket. Azt gondolom jogosan. Tehát összességében nem kell iszonyatos pénzeket, plusz pénzeket ömleszteni az oktatásba. Az egészségügyben igen, nem is kérdéses. És éppen megtette a Fidesz a bérek oldaláról, infrastruktúrába pedig eddig is tettek már. Az oktatásban nem a pénz volt a lényeg, amit elmondtam neked, mert azt gondolom, hogy például az iszonyatos mennyiségű papír, amit a tankönyv nyomtatásra költenek, annál hosszú távon, sőt középtávon is sokkal olcsóbb lesz egy tablet és egy elektronikus digitális tananyag. Amit mondtál, az lényegében akkor azt az álláspontot képvisel, vagy azt erősíti, hogy és a magyar gazdaságban megfelelő forrásokkal gazdálkodunk, csak át kellene strukturálni, és nem kéne ellopni, nem kéne Én nekem ezzel az a problémám, hogy szerintem azért a magyar gazdaságnak a szerkezete nagyon torz. Tehát, hogyha az Európai Uniós forrásokat, vagy mondjuk a néhány multinak az adóbefizetését kivesszük a magyar gazdaságból, akkor azért csúszkálunk a jégen. Tehát, hogy nem gondolod esetleg, hogy a gazdaság szerkezetében is kellene átalakításokat elvégezni, vagy bizonyos stratégiai ágazatok kijelölésére? Hát nem tudom megmondani, mi most Magyarország stratégiai ágazata. Szerintem az egy hiba. Valószínűleg meg tudod mondani, csak nem szeretnéd kimondani, tehát a olcsó bérmunka, ez a stratégiai ágazat Magyarországon, és ez nagyon rossz stratégia. Mert ez azt jelenti, hogy a magyarok nem csak, ahogy a Jobbik szokta mondani, ugye bár, hogy rabszolgák lesznek és a többi, de valójában vagy kizsákmányolás, ugye micsoda balos gondolatok ezek, de valóban, tehát az olcsó bérmunkából nem lehet egy nemzetet fölemelni. Még a kínaiak is sokkal okosabbak ennél, akik pedig az elmúlt 30 évben pontosan erre építették a felemelkedésüket, de ők is eljutottak odáig, hogy most már high-tech dolgokat termelnek. Hát ez a stratégiai ágazat. Tehát, hogy erre gondolok, hogy Magyarországon szerintem, de nyilván majd elmondod, hogy látod, ki kellene jelölni azért legalább 3 olyan területet, amire onnantól kezdve a támogatási források, az oktatás és az egész gazdaságpolitika fölépül. Most jelen pillanatban én nem látok ilyet. Nem tudtunk kilépni a nemzetközi piacra igazán, semmilyen értelmes teljesítmény. Teljesen igazad van. Én az előbb az oktatásnál már utaltam erre, hogy én azt gondolom, hogy nem feltétlenül nekünk kell kijelölni azokat a stratégiai ágazatokat, hanem azt a humán erőforrást kell megteremteni és támogatni, ami meg fogja találni azokat a réseket, ahova Magyarország be tud nyomulni. Én azt gondolom, hogy magyarok például hihetetlen jó tehetséggel rendelkeznek, és különösen, hogyha ezt a műszaki hagyományt folytatnánk, akkor az elektronika, finommechanika, orvosi műszergyártás, protézisgyártás, Hódmezővásárhelyen például jelentős komoly cégek vannak. Tehát nagyon sok olyan terület van, amire így politikusok, ha beszélgetnek, nem is gondolnak, és közben hatalmas potenciálban is meg lehet csinálni. Mezőgazdaságról. Az, hogy Magyarország ezek közül miben tud igazán versenyképes lenni, hát az adottságaink nyilván például a mezőgazdaságban jók, de hát emellett a tudással még nagyon sok más ilyen kulcsiparágat be lehet majd azonosítani. Ugye a kormány valamiért például a vízkezelést, a vízügyet, a víztisztítást és a többit vette be, és ezzel próbálta támadni úgymond a sivatagi arab országokat. Lehet, hogy ebbe is van, nem látom az átütő eredményt, de csak azért, mert nem ismerem. Jó, én azt gondolom, hogy ha van egy szabad gazdaság, ahol nem a támogatás, nem a lenyúlható pénzek mennyisége osztja el, hogy hova jut támogatás, és nem a politikusok döntik el, hanem az emberi innováció és a tudás, a vállalkozói tehetség. Akkor nem nekünk kell kitalálni, hogy melyik legyen a stratégiai ágazat. Itt kell, hogy közbeszóljak, mert persze átvezet korrupció témájához is, de hogy sok fideszes ismerősöm azzal védi az úgymond korrupciót, ami ugye szerintük nem is korrupció, hanem lényegében egy nagytőkés, magyar nemzeti nagytőkés rendszer felépítése, hogy hát ahhoz, hogy ebben a globalizált világban a nagy nemzetközi cégekkel, multikkal, vagy nagyobb országok vállalkozásaival versenyképesek legyünk, ahhoz igenis kell még egy ilyen 10 milliós Magyarországon is néhány nagyon-nagyon gazdag ember. És akkor itt tudnánk sorolni a neveket. Hát most van. És majd ők lehet, hogy most picit csúnya eszközökkel dolgoznak, de ez majd szépen kiforja magát, és nem sokára itt megjelenik majd a piaci teljesítmény. Te hogy látod ezt a kérdést? Végtelen ostobaságnak és erkölcstelennek is tartom ezt a gondolkodást. Én egy szakdolgozatomban egyébként a doktori dolgozatomban, hogyha bárki visszaolvassa, most a fejemhez vághatná, hogy én is amellett érveltem, hogy mennyire fontos a nemzeti tőkés osztály. Mikor írtad ezt a doktori? Ez 2003 és 2006 között. Na, lehet, hogy akkor ebből dolgozik a Fidesz. Nem, ebből dolgozhatna, tehát még egyszer azt én elismerem, hogy kell nemzeti tőkésosztály, és hogy mennyivel jó, egyik példa, amit felhoztam, hogy milyen jó, hogy Finnországnak van Nokiája. Hogy kell minden országnak egy saját, egyébként nemzeti tulajdonban lévő nagy cége, multicége és a többi. De ennél sokkal érdekesebb az a tapasztalat, hogy a Fidesz valójában nem ezt valósította meg. Ugyanis egy Nokia az egy nemzetközi piacon versenyképes hagyományos finn cég, ami azóta ráadásul csődbe ment. Tehát ők lemaradtak, nem vettek be egy kanyart a technológiai fejlődésben. Amit Orbánék csinálnak, az inkább arra emlékeztet engem, amikor már az első Antal kormány idején, tehát a rendszerváltás utáni első kormány idején az olajmafiózókat egy ideig békén hagyták. Hadd szűkítsék az olajat, kell, hogy legyen nemzeti tőkésosztály. Én egyet se tudnék most mondani, aki az olajmafiózók közül ezt a nemzeti tőkésosztályt akár másodgenerációba felépítette volna. Ugye a másik, amit szoktam mondani, hogy ez a nemzeti tőkésosztály Orbánék kivitelezésében ez nem egy osztály, hanem egy óvodás csoport méret. Tehát ez egy picike, nagyon szűk, egy mókusörs méret. Ezek gazdagodnak, ezek véletlen mind Orbán Viktornak személyes barátai, rokonai és üzletfelei. Tehát megint az ő teljesítményeket nézzük meg. A maximális, az innováció csúcsa Mészáros Lőrinc esetében az a Turul nevű sportmárka volt. Mutassál nekem egyetlen egy példát, hogy ebből bármilyen bevétele és sikere származott Magyarországnak. Nem származik. Ezek az emberek, ezek tolvajok. Ezek az emberek csak alenyúlják, ezek nem fognak Magyarországon se munkahelyeket teremteni, extra munkahelyeket, se exportot nem fognak növelni. Ők lenyúlják azokat az ágazatokat, ahol haszon képződik. Ráadásul ezzel büntetik a teljes gazdaságot. Nem csak az adófizetőkről beszélek, most arra a legújabb lenyúlások egyike, és annyi van, hogy a magyar adófizetők nem tudnak róla. Tehát, hogy gyakorlatilag az egész ország veszít azzal, hogy a Fidesz az nem gazdasági alapon, nem tisztességesen és becsületesen jár el, hanem azt nézi, hogy hogyan lehet lenyúlni valamit. Jól érzem azt, hogy a te szemléletedből az következik, hogy mondjuk a nemzeti nagytőkés osztály megteremtését azt a piacra bíznád? Én nem bánom azt, igen, tehát a piacra bíznám, de ennek vannak azért olyan protekcionista megoldásai, amelyek ettől még tisztességesek. Rövid kérdések jönnek. Egy kulcsos vagy több kulcsos adó? Igazságosnak tartom a több kulcsos adót, de aki most ezzel elkezd kampányolni, az óriási hibát követel. Tehát én most azt mondom, hogy azokban a kérdésekben, ahol a társadalomban megosztott álláspontok ütköznek, ott az ellenzék akkor jár most jól, praktikus okokból, hogyha ezeket a kérdéseket eltesszük majd 2026-ra, most a konszenzusnak annak kell lenni, hogy senkinek ne legyen rosszabb, mint volt. Egy többkulcsos adóval óhatatlan, ugye fizessenek a gazdagok szlogenre emlékszünk 4 évvel ezelőttről, borzasztó megosztó volt, és nagyon sokan megijedtek, hogy úristen, akkor nekem már van egy autóm, egy házam, akkor én gazdag vagyok, és elkezd félni azért, hogy akkor neki majd magasabb adót kell fizetni, stb. Mindenkit meg kell nyugtatni, nem szabad adót emelni, minden marad úgy, majd egy szétlövés után az új versenyben majd egymásnak ugranak azok, akik különböző adórendszert támogatnak, és stb. Most a Fidesz eltakarítása érdekében mindenkit meg kell nyugtatni, hogy nem fog több adót fizetni. Jó. TAO. Megszüntetnéd a TAO rendszert, átalakítanád, és tényleg csak röviden, hogy vagy fenntartanád úgy, ahogy most működik? Hát ez egy bonyolultabb kérdés, mert az előbb elmondottak alapján azt mondanám, hogy akár maradhat úgy is, ahogy van, de biztos, hogy ennek vannak visszaságai. Önmagában az, hogy támogatni kell a sportokat, az egy helyes dolog. Az, hogy a sport szövetségek, ahol mindig fideszes politikus vagy csókos ember a vezető, hogy ők osztják szét, és nem szabadon tölthetik föl, vagy éppen versenyezni kell, és a korrupciót beleépítették a TAO rendszerbe, mert az egyesület azt mondja, hogy visszaadok 10%-ot, vagy tőled veszem a nem tudom micsodát, hogyha nekem adod a TAO-dat. Ha úgyis a szövetség osztja szét a pénzeket, akkor miért kell ezt beletenni? Szóval én azt mondom, hogy akkor ez ugyanolyan, ugye ez ugyanolyan az állam fizeti. A korrupciót ki lehet venni azzal, hogy amit a szövetség szétoszt, azt megkapják a központi büdzséből, és kész. És akkor végén hagyjuk a cégeket, akik befizetik a taójukat, a szövetségek, az állam meg visszaosztja a sportolóknak, és kiszedtük a korrupciót. Áfa kulcs. Az áfa kulcsot nem csökkenteném, rövid távon anyagi okokból nem csökkent, hosszú távon igen, nyugodtan. Minimál béremelés lenne. Tehát azt minimum azért el kellene érni, hogy fölzárkózzanak a magyar bérek a román bérekhez. És feltétel nélküli alapjövedelem. Iszonyatosan ellenzem. Tehát az előbb elmondtam a segély helyett munkát. Van-e valami, ami tetszett a Fidesz gazdaságpolitikájában, vagy amit kiemelnél pozitívumként? Én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb előnye a Fidesznek az elmúlt 30 évnek a gazdálkodásából, hogy nagyon fegyelmezetten költségvetési hiányt viszonylag minimumon tartották, és egészen az utolsó időkig legalábbis nem szállt el az állam adósság. Azt nem mondom, hogy nagyon sikeresen törlesztették volna, mert volt ilyen cél, de ez mondjuk nem sikerült. Tehát ma Magyarországon a átstruktúrálták azért az nagyon jó, hogy áthozták hazai és forint alapúra, tehát nagyobb a hazai finanszírozás és nagyobb a forint alapú, a kitettség kisebb. Nem jó, hogy nem vezették be az eurót. Az euró bevezetés egy nagy biztonságot ad az országnak, a vállalkozóknak. Én abszolút bevezetném az eurót, nem azonnal, mert ez egy nagyfokú pénzügyi fegyelem kell, tehát azt meg kell teremteni. Adjunk erre egy egyet így ebbe összességében. Tehát most én a gazdaságra összességében 4-est adnék a Fidesznek. 10-es skálán 4-es. Nem 10-es, én most 5-ösről beszéltem. Nem 10-es skálán kell. Akkor elnézést. Akkor az 1-es, 2-eseimet módosíthatnám esetleg. Az 1-es az egészségügy, ez talán nem változott, de egy 2-est akkor jó indulattal megadnék az egészségügyre. Az oktatásra akkor nyugodtan adhatunk egy 3-ast. A 10-es skálán. És akkor ez 8-as lesz. A gazdaságra egy 7-es, 8-ast meg lehet adni a gazdaságpolitikára. Azt gondolom, az elmúlt 30 évben a Fidesznek ez egy erőssége a többi kormányhoz képest. Értem. Akkor mi beszéljünk olyanról, amiről azt gondolom nem 8-as lesz majd a vége, de nem akarok előre szaladni az alkotmányosságról és a demokratikus működésről. Hát itt ugye sokan azt mondják, hogy nem egy kormányváltásra van szükség, mert hogy egy rendszert kell leváltani. Magát is rendszerként definiálja ugye nemzeti együttműködés rendszere. Itt azért Elek István és mások szájából elhangoztak elég komoly és elég vitatott kijelentések, arra nézve, hogy hogyan kéne lebontani a NER-t. Én azt olvastam néhány interjútban, hogy te ellenben támogatod, és Elek Istvánt, illetve ezt a koncepciót, amit mondj egy pár szót, hogy képzeli el a te kormányod a NER lebontását mondjuk az első, 100 napban. Kivételesen nem tudok a piaccal érvelni, ugyebár ebben az esetben, de a pragmatikusság az közös az előző gondolataimban és ebben is. Én nem vagyok jogász professzor, mint Vörös Imre, de akkor, amikor megválasztom azt az ideológiát, ami számomra szimpatikus, akkor azt a gyakorlati hasznot nézem mindig, hogy az ország számára melyik a legkedvezőbb, melyik eredményezi azt a kimenetelt, amire az országnak szüksége van. Tehát egy számomra rendkívül szimpatikus elmélet a Vörös Imréékféle elmélet, Bárándi Péter, Elek István, sőt Lengyel László is, aki tudomásom szerint pedig nem jogász, jegyezték ezeket a cikkeket ezzel kapcsolatban. Ami szimpatikus benne először is az, hogy azt a döntés sorozatot, azt a jogalkotási cunámit, amit a Fidesz mindenféle megfelelő előkészítés és társadalmi egyeztetés nélkül átvert a saját maga irányította parlamenten az elmúlt most már 11 évben, azt ne tekintsük magunkra nézve kötelezőnek, ne tekintsük egy olyan békjónak, amit nem lehet levetni. Aki elfogadja azt, hogy Polt Péter 2028-ig ki van nevezve, és a nyugdíjkorhatáron is túlmehet, és törvényt módosítottak neki csak azért, hogy a esetleges ellenzéki győzelem után se üldözze majd a bűnözőket, és a fideszes bűnözők is tolvajok megúszhassák az elszámoltatást. Aki elfogadja, hogy Polt Pétert nem lehet leváltani, az lemond a jogállamról. Aki ugye itt az a dilemma van, nyilván te ezzel tisztában vagy, csak hogy azért a nézők is lássák, hogy azért itt milyen komoly kérdés, amit most itt megbeszélünk. Itt a jogállamnak a visszaállítását, jogállami tehát, eszközöknek szabad értelmezésével igen. Kellene elvégezni. Igen. Tehát ez ebben a jogi dilemma, hogy bizonyos értelemben, szigorú a jogi értelemben véve a Fidesz azt mondhatná, hogy itt ő azért betartotta a jogi szabályokat. Igen. Kétharmada volt, az emberek erre felhatalmazták, és most jön a Márki-Zay kormány, és hát itt a jogállamot teljesen sútba dobja. Igen. Tehát ezt mások úgy szokták mondani, hogy törvényalkotással elkövetett bűnözés. Tehát az, amit a Fidesz alkotmányosan megoldott egyébként, vagy alkotmányosan, vagy hát nem jogállamilag semmiképpen, de mondjuk úgy a parlamentárisan jogalkotással megoldott, az abszolút kimeríti a bűnözésnek a kategóriáját. Tehát ezt akinek meg kell állapítania. Meg kell állapítania. Én azt gondolom, hogy meg fogjuk találni azokat a szakembereket, akik ezt tökéletesen megállapítják, és erre jó példa Vörös Imre. Tehát akkor, amikor ő kijelenti azt, hogy egy olyan alkotmányossági alapelvet sértett a Fidesz már 2010-től, 2012-től mindenképpen, ami az egyeduralomra törekvés tilalma, hogy az a kormány, amely szisztematikusan leépítette a jogállamot a saját hatalmának a bebetonozása, a saját leválthatatlansága érdekében, ezt a lépés sorozatot, ezt mi nem fogadhatjuk el legitimnek. Ez nem volt jogállami, hiszen már a saját alaptörvényüknek ezt az elvét is megsértették. Gyakorlatban ezt hogy képzeljük el, hogy meg lesznek állapítva bizonyos törvények, pontosan. Amikről azt mondjuk, hogy ezek a törvények nem legitimek innentől kezdve? Így van. Vagy egy időpont lesz megállapítva, hogy mind a kettő. Van egy időpont, amikortól kezdve ez a törekvés kézzelfogható, és ez 10-12, ugye az új alkotmány gyakorlatilag, illetve van egy menetrendje is, abszolút javaslat van, szövegszerű javaslat arra, hogy néz neki a Vörös Imre-féle alkotmány, legyen egy olyan dokumentum, amit elfogadunk, mint alkotmányt egy átmeneti időre, legyen egy végleges alkotmányjavaslat, amit a nép megvitat, a végén akár népszavazással meg is erősíthet. Én azt ugye mondom, az a dilemma itt, bocsáss meg, hogy szabadvágok, hogy ugye itt, ha kétharmadot szerez az ellenzék, akkor igazából ez a kérdés sokkal könnyebben kezelhető, de ha nem szerez kétharmadot, akkor ott... Miért pont kétharmad? Hát a Fidesz most módosítja az alkotmányt, és azt mondja, hogy 90%, 4/5, 99%. Bármit mondhat. A Fidesz holnap betilt, most alkotmányozó többséggel a Fidesz azt mondja, hogy mostantól kezdve 100 évenként vannak. Most az ellenzékről beszélek, azért azt te is érzed, hogy egy kétharmados többséggel... Te kétharmadot mondtál, nem miért pont kétharmad? Azért, mert ebben a pillanatban a Fidesz kétharmadnak állapított meg bizonyos szabályokat. Azért, és ha a holnap... Fidesz kétharmaddal tette azt, amit tett. Tehát, de hogyha holnap a Fidesz, a te általad most jogosnak talált kétharmadjával élve, holnaptól ez a szabály, ez 90% lesz, holnaptól a választást azt mondják, hogy megtehetik, hogy holnaptól azt mondják, hogy csak 100 évenként lesz választás. Akkor mi ezt elfogadjuk? Nehogy Orbán Viktornak gondolj, csak el kell, nyilván ezeket a kérdéseket föl kell tennem, hogy hát erre azt fogja mondani a kormány, hogy mi kétharmaddal a társadalmi felhatalmazásról hoztuk ezeket a törvényeket, és jön itt a, 60%-ával az ellenzék, vagy az 55%-ával, és elkezd itt, mint az elefánt a porcelánboltban mindenfelé csapkodni, és azt fogja mondani, hogy ez alkotmányos puccs. Hogy a Böszek mondja, hogy ez forradalom, vagy felkelés. És elmegy a Strasbourgba, és pereskedni fognak rá. Nem érzed, hogy ez játék a tűzzel? Nem játék a tűzzel. Én azt mondom, a bűnözőket le kell ültetni börtönbe. A sajtószabadságot biztosítani kell, szét kell zavarni a médiatanácsot. Azokat az alkotmány, mármint hogy egyeduralmi törekvés miatt a magyar történelmi alkotmánnyal ellentétes lépéseket, amivel a Fidesz bebiztosította a hatalmát, amivel leválthatatlan Polt Pétereket nevezett ki, aki a fideszes tolvajokat mentegeti és nem a bűnt üldözi. Ha ezektől az első nap nem szabadul meg az új kormány, akkor elfogadta azt, hogy a Fidesz fog uralkodni, csak akkor is, amikor ellenzék lesz kormánya. Arra föl vagy készül, hogy megalakul mondjuk 60%-os parlamenti többség által megválasztva az új kormány, elkezdi ezeket a lépéseket, és a köztársasági elnök, az alkotmánybíróság és lényegében az államigazgatás megfelelő jogi érvekkel szembe megy ezzel. Azért ott azért kialakulhat egy padhelyzet, nem? Vagy ez... Hát nyilvánvalóan... Erre föl van-e készülve ez a koncepció? Igen. Én azt gondolom, hogy a Vörös Imre... Nem kell mindent eláruljál. Bocsánat, én annak a híve vagyok, hogy mindent áruljak el, csak ne engem kérdez róla, hanem Vörös Imrét. Én választottam magamnak egy szaktekintélyt, akinek az álláspontjával én egyetértek, azért, mert az megfelel annak a gyakorlati kritériumnak, hogy a bűnözők menjenek a börtönbe, az ellenzéki rádiók is kaphassanak frekvenciát, ölteni az országvizet. Ezt kell megérteni, hogy nem lehet vita téma. Nem lehet olyan érv, nem lehet olyan akadály, ami a rendszerváltást megakadályozza, akár 51%-kal is. Aki ezt nem látja be, és még egyszer... De az ez nem is 51%, lehet, hogy akkor... Lehet forradalom is. Igen. Hát persze lehet forradalom is, de most nyilvánvalóan nem egy erőszakos megoldásba gondolkozunk. Én azt is elfogadom, hogyha a budapesti nép az föllázad, a rendőrök Orbán ellen fordulnak és börtönbe csukják, én tudomásul fogom venni ezt a helyzetet. És akkor azt mondod, de mi nem erre készülünk? Nyilvánvalóan, és azt mondod, hogy 51%-tól már te ezt a forgatókönyvet legitimnek. Így van. És ezért nagyon fontos, bocsáss meg az előző szabadba kapaszkodva, tehát én nem, Isten őriz, hogy eltitkoljunk bármit az emberek előtt, hiszen azzal kaphatunk legitimitást ennek a lépéssorozatnak a megtételére 51%-kal is, az olyan társadalmi hatalmazás, hogy nem kérdéses, hogyha előre mi korrektül közöljük, hogy ezt a lépéssort fogjuk végrehajtani, és ezt az embert ezt leváltjuk, és börtönbe csukjuk, vagy legalábbis bíróság elé állítjuk, és aztán ha a véleményünk szerint elkövetett gazemberségeket rá lehet bizonyítani, akkor börtönbe fognak. Igen, de akkor javították. Tehát majd a bíróság, majd igen, ezt eldönti, de nem azok a bírók, akik a Fidesz nevezte ki. Mert ott azért a bírók között nagyon sok olyan korrupt ember van, én személyesen a bőrömön tapasztalom, aki a legképtelenebb ítéleteket is meghozza a Fidesz érdekében. És a Fidesz folyamatosan, szisztematikusan cserélte le például a bírókat is. Közben hallgatlak téged, azon gondolkodtam, de ez csak egy szubjektív dolog, nem is tudom, hogy befér egy ilyen beszélgetésbe, csak hogy tényleg mekkora kárt okozott a kormány azzal, hogy ezt a rendszert ilyen durván és ilyen módon építette fel, mert mennyire nehéz helyzetbe jön és kerül bárki, aki demokratikus átalakulást szeretne. Effektíve a rendszerváltáshoz egy forradalom kell, hogy legyen, abban az értelemben, hogy ez tényleg rendszerváltás legyen, még sokkal inkább, mint 90-ben volt. Igen. A tehát képzelhetőnek tartasz, mert ilyeneket is hallottam, hogy hát ezt a bulit nem tudjuk itt házon belül rendezni. Tehát lehet, hogy itt nemzetközi döntőbírót kell találnunk az Európai Unió keretében, esetleg egyet el tudnál fogadni? Mert nyilván a másik oldalon meg azt mondják, hogy hát nehogy már még ide majd fejünk fölött mások döntsenek, mert abból még a magyar történelemben sok jó nem származott. Mind a kettővel vitatkoznék, tehát egyrészt szerintem sem külföldön kell dönteni, másrészt Magyarország csak profitált ebből, most nem a 48-49-re gondolok, hanem nyilván a rendszerváltásra annak idején, tehát mi nagyon sok segítséget kaptunk azért az Európai Uniótól is, Amerikától is, tehát én azt gondolom, hogy önmagában, ha a külföld segítene, az nem lenne. Ha az Európai Unió esetleg azt mondja, hogy ezt a padhelyzetet, amit fölmerült jogi értelemben az Európai Unió, vagy az Európai Bíróság, vagy nem tudom milyen forma fogja eldönteni, mert mégis az Európai Uniónak vannak elvárásai a tagállamok felé, demokratikus értelemben. És Magyarország tagja az Európai Uniónak, tehát az Európai Unió bíróságának például igenis van joga beleszólni abba, vagy legalábbis segíteni nekünk eldönteni azokat a kérdéseket, amit meg kell majd oldanunk. Tehát önmagában én nem gondolom, hogy az Európai Uniónak a segítségét azt a bóvó ki kell zárni. Pár rövid kérdést még föl kell, hogy tegyek. Igazából tudom a válaszodat, de nem szabad kihagynom, mert különben akkor a kollégáim nagyon mérgesek lesznek. A 2RK, vagy a Második Reformkor Alapítvány levélszavazását te támogattad, ezt továbbra is akkor fenntartod. Online szavazást azt támogatnál-e? Mondjuk az észt példáról már többször beszéltél. Igen, tehát én azt gondolom, hogy a technika ebbe az irányba fog menni. Annak hihetetlen komoly biztosítéka kell legyen, hogy ezt ne lehessen meghekkelni. Most ebben a rendszerben, ha a Fidesz bevezetne egy online szavazást, én nagyon aggódnék. És őszintén szóval nagyon félek attól is, hogy például az előválasztásnál azzal, hogy kinyitották az online szavazást, ami nagyon jó, mert Münchenből is lehet majd szavazni, meg Zürichből és mit tudom én, Johannesburgból is, de egy óriási kockázat, hogy majd a Megafonnal Rákai Filip ráküldi a fideszes szavazókat, és azt mondják, hogy szavazatok mondjuk a legelutasítottabb jelöltre, és őt majd Orbán Viktor könnyen legyőzi. Mérő László számai alapján bizony nagyon könnyen meg lehet hekkelni, módosítani az eredményeket. Tehát egy nagy kockázat az online. Tényleg csak nagyon rövid válaszokat kérek most már. Legfőbb ügyészre van-e jelölted? Vagy van olyan valaki szerinted? Nincsen, sőt azóta Vörös Imrével beszélgetve azt is látom, hogy a legfőbb ügyész az lehetne a kormánynak akár alárendelt, viszont a kormánytól lehetne egy független korrupció ellenes ügyészség vezetője, aki egyébként lehetne nem jogász ember is, akiben bízunk, és például én Hatházi Ákost egy nagyon jó, nem, nincsenek ilyen ambíciói, félreértés ne essék, de egy hozzá hasonló kaliberű, elkötelezett korrupció ellenes harcosra lesz szükség majd egy olyan egy magyar kodrucakövesére lesz szükség. Meleg párok házasság kötésének lehetősége, családalapítása, gyermekvállalása, hogy állsz ehhez? Senki nem tiltja nekik, azt gondolom, egyiket sem. A vita igazából két dologban csúcsosodik ki. Egyenjogúak legyenek természetesen, minden jogot kapjanak meg a melegpárok is, amit az állam megad a heteroszexuális pároknak is. Az egyház szemében természetesen a házasság az egy férfi és egy nő között köttetik, és ezt nem is fogjuk fölírni, és ez szerintem így van rendjén. Tehát én, mint katolikus azt mondom, hogy az egyház nem ad össze melegpárokat, ez szerintem teljesen rendjén van, a katolikusok ezt mi elfogadtuk, és ezt teljesen normálisnak tartjuk. Az állam nyugodtan, ott bármilyen, ugye ott élettársi kapcsolat, házasság, bárminek hívhatják, nyilván nekem a házasság az egyházi értelemben van. De az állami házasságkötés? Azt, hogy az állam elismeri és minden jogot megad nekik, ez számomra teljesen elfogadható. A gyermekvállalás jogát is. A gyermekvállalás most, megint nem a gyermekvállalásra gondolsz valószínűleg, hanem az örökbefogadásra. Én azt elfogadom, hogy amikor a árvaházakban úgymond szegény sorsú gyerekeknek, szerencsétlen gyerekeknek a megfelelő otthont keresik, akkor előnyben részesítik azokat az otthonokat, ahol van egy édesapa és van egy édesanya. Én azt gondolom, hogy ettől ne fosszuk meg a gyerekeket, hogy nekik, én őszintén szóval nem tudom, hogy ki hogy van vele, én nagyon örülök, hogy van édesanyám és van édesapám. Tehát nem akarok megfosztani senkit attól, hogy gyereket nevelhessen, szerintem nem is lehet. Ismerek meleg párokat, nem örökbefogadtak gyerekeket, hanem született gyerekük is, ők nevelik. Saját gyerekük nevelik. Ez teljesen rendben van így. Az örökbefogadásnál az állam feladata az, hogy a gyerek érdekét nézze. Ad abszurdum, és nagyon nem szeretném összekeverni a melegeket és a különböző deviáns viselkedési embereket, de hogyha egy szadista jelentkezne, akkor akár egy heteroszexuális szadistának nem szabad odaadni azt a gyereket, míg egy gyermekét nagyon felelősen nevelő heteroszexuálisnak vagy homoszexuálisnak is sokkal nagyobb megbiztonsággal odaadhatjuk ezeket a gyerekeket, de én azt elfogadom, mint szociális és szociológiában talán elfogadott tényt, hogy egy gyereknek a neveléséhez az anya, és én apaként is fájó szívvel azt kell mondjam, hogy a gyerekek az édesanyjukhoz erősebben kötődnek. Tehát önmagában azt, hogy egy anya legyen egy gyereknek, én ezt egy nagyon fontos érzelmileg is. Tehát én azt gondolom, hogy az anya az egy olyan kitüntetett szerep a gyerek életében, hogy a két apa nem tud pótolni egy édesanyát. Van-e olyan az alkotmányosság, a demokrácia kérdéskörében, amit jó lépésnek találtál az elmúlt 11 évből? Nagyon érdekes módon igen. Tehát itt is a Fidesz egy csomó mindenről meg lehet dicsérni. A kisebb parlament az egy nagyon jó lépés volt. Tudom, hogy a szándék az a gerrymandering volt, és a körzethatárok át mozgatása és Fidesznek nyerhető körzetek kialakítása. A párt finanszírozás, ami nem egy sikertörténet az elmúlt 30 évben, hiszen a korrupció melegágya az volt, hogy egy választási kampányhoz 3 milliárd forint kellett, és most 10 évvel ezelőtti számokat mondok körülbelül, vagy lehet, hogy 20, és a pártok hivatalosan 386 milliót költhettek kampányolásra. Senki nem tartotta be, mindenki áthágta a szabályokat, és ezáltal mindenki kénytelen volt lopni. Én persze ezt nem fogadom el, de gyakorlatilag meg lehetett magyarázni. A Fidesz, az én általam akkor támogatott Fidesz teljesen nyilvánvalóan mindenféle szabályt megszegett és korrupt volt már 2002-ben is mondjuk, amikor én még lelkesen kampányoltam mellettük, De azt én is elfogadtam, hogy hát nyilván abból a pénzből, amennyit megenged az állam, abból soha nem nyernének választást. Tehát szegény Orbán Viktor azelőtt a választás előtt volt, hogy vagy lop, vagy elveszíti a választást. Tehát van egy erkölcsi feloldozása, ha úgy tetszik. Még egyszer mondom, katolikus keresztény szemmel nem, de politikailag széles néprétegek azt elfogadták. A Fidesz egy egészen abszurd módon jó lépése az volt, hogy a pártfinanszírozást 2018-ban megváltoztatta, olyan iszonyatos pénzeket ad az ellenzéki pártoknak is, amiből már nem mondhatja senki, hogy lopni kell és nem tud kampányolni. A Jobbik évente 2,7 milliárd forintot kap a 3 különböző csatornán. Nem lehet azt mondani, hogy ebből nem tud egy kampányt lebonyolítani, inkább ugye az a baj, hogy nem tudja elkölteni, mert például ha akarna, se tud venni plakátfelületet, mert a Fidesz nem ad neki. Ha akarna, sem tud a köztévében mondjuk megjelenni, mert a Fidesz nem engedi. De a pártfinanszírozás, tehát az, hogy meg kell fizetni a politikusokat, meg kell fizetni a pártokat, és utána legálisan és tűzávassal betartatni velük a kampányfinanszírozási és átláthatósági szabályokat, ehhez egy nagy lépés volt, hogy a Fidesz az kitemte a pártokat. Persze azért, hogy lehessen őket zsarolni, de most ne azt nézzük, hogy mi volt a szándék, hanem mi az eredmény. Ez jó. Jó, és hát nagyon sok mindent lehetne még apróságokat mondani, de ezt a kettőt talán elég. Értem. Akkor most már csak egy-egyet kérek, 1-10-ig az alkotmányosság kérdésére. Hát ez egyes. Még a 10-es skálán is. Igen. Jó, megyünk tovább. Külpolitika a következő témánk. Kezdjük az Európai Unióval. Ugye az már szóba került, hogy az eurót azt bevezetnéd. Európai Unióval kapcsolatos viszonyunkat azt hogyan látod? Ugye itt általában két nagy koncepció szokott fölmerülni, az Európai Egyesült Államok és a Nemzetek Európája. Ezen a vonalazón, vagy ezen az egyenesen hol tudod magad elhelyezni, vagy el tudod-e magad, vagy egyáltalán jó szerinted-e ez a dilemma? Az Unió nagyon sokat tanulhatna az Egyesült Államoktól, egy sokkal transzparensebb, átláthatóbb, szerintem korrektebb, igazságosabb, demokratikusabb rendszer. Tehát azt mondod, hogy az Európai Unió számára az Egyesült Államok rendszere az minta lehet? Mert azért más történelmi fejlődésről beszélünk. Óriási minta lehet nagyon sok tekintetben, ugyanis akik az Egyesült Államok, Európai Egyesült Államok kifejezéstől félnek, azok egy picit tőle, akik ezt vizionálják, és akkor ezt a Hitleresen elmondott, hogy mitől félsz, akik ezt vizionálják, azok szerintem az olvasztó tégeitől félnek, illetve attól félnek, hogy az egyes államoknak csorbulnak a jogai. Én pedig azt látom, hogy kormányozhatatlanná tudja tenni az Európai Uniót az, hogyha Orbán Viktor egymagában meg tud vétózni egy hongkongi kínai beavatkozás, vagy az ujgurok melletti kiállást, Orbán Viktor egymaga meg tud akadályozni, hogyha korumpálni tud Kína egy mondjuk Magyarország miniszterelnökét, vagy Putyin korumpálni tudja Magyarország miniszterelnökét, akkor utána ő kontrollálni fogja az Európai Uniót. Amitől félek az Európai Egyesült Államokkal kapcsolatban, pontosan nem tudja senki szerintem, hogy ez mit jelent. Tehát, hogy egy ilyen gumifogalom, amiben bármi tartalom bele önthető. Tehát, hogy hogyan képzeled el te? Nincs ilyen fogalom. Nincs ilyen fogalom. Tehát fogalom van, csak tartalmilag nincs megtöltve. Hát onnantól, ha nincs definíció, akkor nincs fogalom. Hát akkor jó. Tehát, akkor te mit mondjad? Lehet, hogy mi nagyon gyorsan megállapodnánk abban, hogy milyen legyen az Európai Unió, és még akár az Európai Egyesült Államoknak is hívhatnánk, hogyha tisztáznánk, hogy a te félelmeidre mi a válasz, és miért mondom én azt, hogy például egy föderális Európa az egy nagyon jó dolog. Én elmondom neked egészen konkrétan, hogy mi az, amit én hiányosságnak érzek. Az előbb elmondtam már, hogy itt is van korrupció. Hogy itt is simán elfogadják a szabályokkal ellentétes döntést, hogyha Orbán Viktor lekenyerezi a nyugati cégeket, ez önmagában hiányosság, hogy itt egy spitzenkandidát volt Weber, és mégse ő lett utána az Európai Uniónak a feje, hanem egy von der Leyen, akit egyszer csak előhúztak a zsákból, de akire senki nem szavazott. Tehát ez micsoda demokrácia, ugye? Az európai parlamenti választásokat úgy képzeled el akkor, hogy nem nemzeti pártokra szavaznánk, hanem az európai pártcsaládok valamelyikére lehetne szavazni. Válasszuk szét ezeket a szinteket. Akkor... ahogy egy önkormányzatnál az önkormányzati emberekre szavazok, az országos pártok, az országos választáson miniszterelnökre és parlamentre szavazok, ugyanúgy az európai politikában én európai politikusokra akarok szavazni. De hadd mondjam el, az a legfontosabb gond. Tehát ha 1867-ben az osztrák-magyar monarchiában már volt közös külügy, közös hadügy, közös pénzügy, akkor ezt 2021-ben az Európai Unió miért nem tudta még megteremteni? Miért kell Bogotában 27 diplomáciai külképviselet és nagykövet? Miért kell mondjuk a vakcinák esetében Szijjártó Péternek dönteni arról, ugye vicces módon, hogy orvosilag veszélyes vagy nem veszélyes, kell-e harmadik kínai vakcinából kell-e harmadik oltás, hogy bármi veszélye van-e? Nem tudnánk mi megbízni egy olyan gyógyszerész ügynökséget, aki egyébként tudja garantálni azt, hogy legyen elég oltás, ami megbízható oltás. Miért kell itt kétszeres áron, megjegyzem, tehát ugye a Moderna vakcinát mi visszaadtuk, és 50 milliárdért vásároltunk kínai vakcinát, pontosan kétszeres áron, mint Szenegál. Tehát ezt a korrupciót, ezt hogy lehet megengedni az Európai Unióban? Amikor az Európai Uniónak tökéletesen felkészült szakemberei vannak mondjuk vakcina beszerzésre. Az Európai Uniónak a szerkezetét úgy látom, hogy van az Európai Parlament, ami szerintem csak egy ilyen fügefalevél. Arra szolgál, hogy úgy érezzük, hogy ez valami demokratikus dologgal, igen, mint hogyha demokratikus dologgal lenne, vagy demokratikus intézményrendszerrel lenne dolgunk, ott szavazgatunk, nagyon komoly vitákat folytatunk, az Európai Parlament lényegében nem dönt komoly kérdésekről. Ott van az Európai Bizottság, mint az Európai Unió kormány, ami ennek a föderális szerkezetnek lehet valami embrionális része, és ott van az Európai Tanács, ugye, ahol a tagállami kormányfők találkoznak, és azért az igazi nagy dolgok ott dőlnek el. Mit kezdenél az Európai Tanácssal? Akkor most nyilván nem mi fogjuk eldönteni, itt kezdeni az Európai Unió jövőjét. Lendüljünk túl, hiszen ez a kérdés és az összes, amiről beszélgetünk, az nagyon fontos, de ezt a kérdést ezt nem mi oldjuk meg. De hogy van-e esetleg akkor mit képviselne az Európai Tanács ülésén Márki-Zay Péter az Európai Unió átalakításáról? Én nekem nagyon szimpatikus az Amerikai Egyesült Államok, ahol van alsóház, van felsőház, szenátus és képviselőház, ahol van egy elnök. Egyébként az a prezidenciális rendszer és Európában időbár nem prezidenciális rendszerek vannak többségében, ugye mondjuk Franciaország kivétel. Tehát ezekkel a változtatásokkal önmagában azt, hogy a népképviseletet és a választást hasonló logikával oldjuk meg, mint az Egyesült Államokban. Szavazzunk közvetlenül brüsszeli pártokra, úgymond Európai Uniós pártokra, Európai Uniós programokra, és legyen egy közös európai kormány. Ez szerintem teljesen normális lenne, és ne az államfők szóljanak ebbe bele. Ugyanúgy, mint ahogy én Indiánában éltem, Indián a kormányzója nyilvánvalóan nem blokkolhatta az Egyesült Államoknak a külpolitikáját. Orbán Viktor viszont tudja blokkolni az Európai Unió külpolitikáját, és ez fölháborít és hatékonytalan. Menjünk egy picit az Európai Unión kívülre. És egy valamit, hogy mondjak el, tehát az Európai Unióval kapcsolatban, amit elmondtam, az Európai FBI. Tehát az Amerikai Egyesült Államokban is egy 200 éves történetről beszélünk, FBI csak az utolsó mondjuk 80 évben van, vagy 70 évben van, nagyon nagy szükség volt rá ott is, hiszen korrupcióba el tud merülni egy tagállam. A szövetségi hatóságoknak igenis feladata az, hogy biztosítsák a demokráciát, a jogállamot és a bűnüldözést ezekben a tagállamokban. Ha van egy európai FBI, akkor szerintem a fél Fidesz kormány már börtönben ülne. Óriási szükségünk van. Amerikában is vitákodtok, az minden amerikai krimi arról szól, hogy a helyi nyomozók összenéznek morcosan, amikor megjelennek az FBI-osok. Igen, pontosan. Ez kell itt is legyen. Okay. Az európai FBI magyar lesz. Tehát itt magyar... hogy már a szövetségi nyomozóiroda lesz. Csak európai. Csak Brüsszelben lesz a főnök, és nem Orbán Viktor. Világos. Orbán Viktor nem tudja majd megakadályozni, hogy ezeknek a Budapesten, Szegeden, Veszprémben és a többi gyöngyösen székelő európai bűnüldöző embereknek, akik Tóth József és Nagy Géza lesznek, tehát magyar emberek lesznek, nem konkrét nevek miatt valaki kutakozni kezdene. És nem tudja Orbán Viktor megakadályozni, hogy a lopásért itt letartóztassák. Menjünk kicsit az Európai Unión kívülre. Ha miniszterelnök leszel, akkor hová fog vezetni az első utad, melyik országba? Már gondolkodtál-e már ezzel? Nem, csak megmondom, mert miért kérdezem. Igen. Tehát akkor mi nem gondolkodtál. Mert ugye előbb-utóbb Oroszországgal is tárgyalnod kell. És megnézném, tehát ezért mondtál karcos dolgokat itt Vladimir Putyinról, hogy képzeljük el az első Márki-Zay Vladimir Putyin csúcs találkozót? Mi volna az a topik, vagy az a téma, amit te úgy érezed, hogy meg kell beszélned az orosz elnökkel? Én csak megnyugtatva mindenkit, tehát egyrészt az orosz kultúrának nagy híve vagyok, én jártam Oroszországban, hál' Istennek, és nagyon jól éreztem, ott magam nagyon tetszett sok minden. Mit ettől még Putyin megnyugtatott? És nem szeretnék oda költözni, azt is elmondtam. Németországban is van korrupció, Oroszországban is vannak jó emberek, a kettő között a rendszer a különbség. Hogy egy olyan rendszerben akarunk élni, mint Németország, ahol mégiscsak üldözik a korrupciót, és nem egy olyan rendszerben akarunk élni, mint Oroszország, ahol meg elnyomják a szabadságot. Ezt azt gondolom, Merkel soha nem rejtette véka alá. Ettől még Merkel nagyon jól eltárgyalgat Putyinnal. Tehát nem gondolom azt, hogy valaki a saját értékrendjét és értékítéletét el kellene titkolja ahhoz, hogy diplomáciában a két állam ügyeit érintően teljesen korrekt és akár barátságos megbeszéléseket tudjon folytatni. Aztán Merkel ezeket nem hozza elő azért ezeken a tárgyalásokon. Lehet, hogy elmondja a ZDF híradóban, de amikor leülnek négy szem közt, nem voltam még ott egy Merkel-Putyin csúcstalálkozón. Nem erről szól. Nem az a célja. Tehát akkor te sem hoznál ott elő olyan kellemetlen témákat. Oroszország problémáit, mint magyar állampolgár, és esetleg egyszer majd talán miniszterelnök vagy miniszterelnök jelölt jelenleg, én nem gondolom Oroszország problémáit megoldani. És az Oroszország és Magyarország vitatott kérdéseit azért meg gondolom, azért azt szeretnéd, az ott kénytelen leszel erről beszélni. Két erről kell beszélni. Igen. A két ország vitatott kérdéseiről. Paks 2-t azt szóba hoznád? Biztosan, hiszen Paks 2 az egy megoldandó kérdés. Tehát egyrészt még egyszer nem volt tender, nem volt verseny. Másodjára ennek a az erőműnek a megtérülése most jelen pillanatban úgy néz ki, hogy ez a soha kategória, vagy olyan hosszú, hogy nem éri meg beruházni. Harmadjára ebben a közreműködőkben a magyar oldal valószínűleg elég csekély lenne, tehát ez elsősorban orosz érdekeket szolgál, és nem utolsó sorban persze azt gondolom, hogy ez a mai gazdaságosági szempontokat figyelembe véve ez a szerződés ez eladósítja Magyarországot több generációra, rendkívül magasabb kamatokat határoz meg, mint a nemzetközi pénzpiacon elérhető kamatok, tehát ez abszolút magyar érdekekkel ellentétes minden szempontból. Ma jelen pillanatban azt gondolom, hogy például a zöld energiában érdemes ugyanezt a pénzt befektetni, és biztos, hogy gazdaságosabban oldaná meg magyar energia problémákat, vagy egy tárolós erőműre például arra érdemes fókuszálni, akár a szomszédországokkal, ahol magas hegyek vannak, velük lehetne egy üzletet kötni, hogy náluk tároljuk az energiát például. Egyébként atomerőmű, én nem vagyok atomerőmű ellenes, azt azért szeretném hangsúlyozni. Ezt nem tudom, közül megkérdezi mondjuk Putyin majd ezen a tárgyaláson tört, hogy na oké, akkor mi legyen most, akkor Paks 2-vel mi a javaslatod, akkor mit fogsz mondani? Én azt gondolom, hogy ha az én mostani ismereteim érvényesek, akkor Paks 2 az nem egy sürgető kérdés, hiszen jelenleg egy olyan nemzeti érdekeinkkel ellentétes szerződést titkosított Orbán évtizedekre, amit ő maga egyébként hazaárulásnak nevezett még a Gyurcsány esetében. Ő a Gyurcsány kormányt azt mondta, eleve, hogy tárgyal Putyinnal, ez már hazaárulásnak minősítette, és azt, hogy egy titkosított szerződést kötött vele, hát ez annak a ne továbbja. Most ő ugyanezeket csinálta. De akkor mit csinálnak Paks 2-vel? Hát nyilván meg lehet nézni, hogy ez a nemzetközi szerződés milyen feltételekkel módosítható vagy bontható fel. Amennyiben ez a magyar nemzeti érdekeknek megfelelően változtatható, akkor érdemes ezen változtatni, amennyiben nem, akkor nyilván én azt gondolom, hogy egy ilyen szerződés, ha nem lehet felbontani, nyilván kevés ilyen szerződés van, nem lehet felbontani, akkor az ember természetesen tudomásul veszi ezt, és akkor befejezi a projektet. Ez a projekt ráadásul nem halad jól. Külügyminiszterre van jelölted? Esetleg még Kéz Zoltán, vagy valaki? Igen, aki... például Kéz Zoltán, az biztos, hogy még akár ambicionálná is ezt a kérdést, és azt gondolom, hogy ő egy külpolitikában és diplomáciában jártas ember, tehát ő nyilvánvalóan az egyik, sok alkalmas ember közül az egyik ilyen. Megint egy hajmeresztőt mondok, nem lesz külügyminiszter többé Magyarországon Martonyi János, de ő még akár az MSZMP-s múltját is tudva egy olyan úriember és egy tapasztalt diplomata volt, aki azt gondolom, hogy egyikünk sem szégyenkezett amiatt, hogy ő képviselte Magyarországot. Valamiért én nekem nincs ilyen megnyugtató jó érzésem Szijjártó Péterrel kapcsolatban. Nem csak azért, mert lefertőzte a fél Dél-Ázsiát, nem csak azért, mert jachtozik egy Fidesz oligarchának a repülőjét, a jachtját stb. Kihasználva, helikopterezik az országon belül, de azt gondolom, hogy tudom, hogy ez ilyen nagyon konzervatív dolog, de nekem a hajviselete sem az a konzervatív megjelenés, amit én elvárnék egy külügyminisztertől. Mondom, nézem valaki rá a Martonyra, meg nézem rá a Szijjártóra. Tehát ezt csak azért mondom el, hogy bár nincs konkrét jelölt egy külügyminiszterre, nagyon sok alkalmas ember van, Szijjártó semmiképpen nem lenne köztük. Ezt valahogy sejtettem. Van-e valami, amit jónak találtál a külpolitikájában? Nagyon sok mindent. Nagyon jónak találtam a külpolitikában is. Nem tökéletesnek, de azt gondolom, hogy azt a fajta nemzet egyesítést, amit ők a határon túli magyarok esetében megkíséreltek és nagy részt végre is hajtottak, arra nagy szükség volt. Ez nem külpolitika talán, nem? Tehát, hogy ez hát ma sajnos, vagy nem sajnos, ma ez egy külpolitikai kérdés. Azért mondom, hogy sajnos vagy nem sajnos, mert a belpolitikában vetett igazi hullámokat, és a belpolitikát befolyásolta a szavazójog megadásával, ami ugye nem szükségszerűen jár együtt, az állampolgárság és a szavazati jog, de azért mondom, hogy ez nálunk belpolitikai kérdés lett sajnos. De normál esetben ez egy külpolitikai kérdés, hiszen a jó szomszédság... Hát nemzetpolitika, tehát hogy itt... Részben nemzetpolitika, hát a belföldi része az nemzetpolitika, az, hogy például a szlovákokkal milyen ütközés volt a kettős állampolgárság kapcsán, vagy az ukránoknál a nyelvtörvény kapcsán, ezek külpolitikai kérdések. És azt gondolom, hogy az Orbán kormány önmagában azt, hogy prioritásként kezelte a nemzetpolitikát a külpolitikában, azzal én egyetértek, ez egy nagyon fontos törekvés volt, az, hogy a magyar kisebbségek mellett legalább gesztusokban, szavakban kiállt, ezen lehet javítani. Tehát azt gondolom, hogy például ez az őshonos kisebbségek, a Székely Nemzeti Tanácsnak ez a kezdeményezése, a európai kezdeményezése, nem igaz, hogy Orbán nem tudta volna megoldani, hogy ez megkapja a szükséges támogatást a szükséges számú országban. Ennél sokkal bonyolultabb dolgokat megoldott, valamiért Orbán nem akarta ezt. És ez egy szégyen. Azt gondolom, hogy ebben például nekünk javítani kell majd, és igen, támogatni kell, legőszintében támogatni kell a székelyeknek ezt a törekvését. Osztályozzuk akkor a külpolitikát. Bocsánat, hogyha van még valami olyan, amit el szeretném mondani, akkor mondd el, persze. Igen, migráns kérdés, de nem tudom, akartál erről beszélni, de azt gondolom, hogy Orbán nagyon jókor és jól felismerte, azt persze megint csak a saját politikai hasznára, hogy azt a fajta Willkommens kultúrt, amit a németek meghirdettek, az Oroszország, részben Oroszországnak a fegyveres beavatkozás által kiváltott irdatlan menekült hullám, ami ellepte Magyarországot is és Európát annak idején, hogy azt föl kell tartóztatni, az Európai Uniónak is föl kell tartóztatni, és az Európai Uniónak sem Európában kell megoldani. Vicces módon egyébként annak idején Soros terv, amit Orbán emlegeti, ilyen nem létezett. Természetesen. De ha a Soros cikkre utalunk, amit ebben a kérdésben a Soros leírt, és különösen annak a második már módosított verziójában, ahol azt mondta, hogy évi 1 milliót például befogadhat Európa menekült. Ez jóval kevesebb, mint amit ténylegesen befogadott. Tehát Soros tulajdonképpen amellett érvelt, hogy az Unió kevesebbeket fogadjon be, és Soros amellett érvelt, hogy ezeket ne a határon átengedjék, ugyanaz, mint Orbán. Tehát a Soros tervet, ha valaki legőszintébben, Orbán képviselte Európában. Hiszen mind a ketten azt mondták, hogy a határon meg kell ezeket állítani, ki kell őket válogatni, hogy kire van szükség Európának, és azokat behozni, akár humanitárius, akár gazdasági alapon, és a többieket legfeljebb ott lehet segélyezni, hogy ott maradjanak, ahol vannak. Ez Soros is, meg Orbán is pontosan ugyanígy gondolja. Orbán iszonyatos mennyiségű, ugye azt mondta, hogy magyar csak magyarra lehet pótolni. Ehhez képest 2019-ben már 55 000 migráns fogadott be és telepített be Magyarországra, és akkor még nem beszéltünk arról a 20 000-ről, akit letelepülési kötvényel ellátott, közöttük bizonyítottan voltak körözött, nemzetközi körözés alatt álló bűnözők és iszlamista terroristák. Tehát Orbán szavakban nagyon migráció ellenes, valójában pedig 10 000-vel, 100 000-vel telepíti be a migránsokat Magyarországra. Tehát ez a különbség a nyugat, ami szavakban nagyon barátságos, egyébként határozott és kemény, és Magyarország, ami pont az ellenkezője. Akkor azt nem kell várnunk, nem fogjuk látni azokat a képeket, hogy ilyen nagy vágószerszámmal, Gyurcsány Ferenccel közösen bontjátok, vagy, és még esetleg én is ott leszek majd, bontjuk le a kerítést. Biztos nem fogsz ilyet látni, tehát azt mindenkinek az ellenzékben már elmondtam, tehát az egy sarokpontja kell legyen az ellenzéki kampánynak, hogy a kerítés marad. Teljesen ostobaság lenne egyébként is elbontani, de azt gondolom, hogy a kerítés az Orbánnak nem hibája volt, hanem egy időszerű meglátása volt, hogy kerítést épített, ezzel semmi baj nem volt. Osztályozzuk a külpolitikát, és aztán menjünk, mert az utolsó téma vár már ránk. Hát a 10-es skálán mondjuk egy 6-os lehet. Nem, annyit nem, bocsánat. 4-es. 4-es. Jó, oké. Egy témánk maradt, ezt a témát te hoztad. Vidék, cigányság, demográfia. Ez volt az a téma, amit te javasoltál. Mivel te javasoltad, át is adnám neked a szót, hogy miért ezt a témát választottad, és mik azok a prioritások, amit ezzel kapcsolatban fontosnak tartasz. Tehát ami egy abszolút stratégiai kérdésről van szó. Egyébként a Fidesz megértette ezt a stratégiai fontosságot. A Fidesz talán az elmúlt 30 év egyetlen olyan kormányzó pártja volt, amely hihetetlen energiákat és intézkedéseket mozgósított annak érdekében, hogy a népességfogyás megálljon Magyarországon. Az előbb említettem, hogy ezt migrációval érte el, hogy a magyarokat Orbán sem magyarokkal, hanem törökökkel, indiaiakkal, ukránokkal pótolta. De maga a törekvés az nyilvánvalóan abszolút jogos. Magyarország nem csak az Európai Unió holtversenyben legkorruptabb országa, nem csak a második legalacsonyabb fogyasztással rendelkező legszegényebb országa, hanem a második legkevesebb gyermek is születik Magyarországon. És hogy ez a 3 dolog mennyire összefügg, Bulgária az első mindegyikben, tehát az egyetlen ország, amely korruptabb, az egyetlen ország, amely szegényebb, és az egyetlen ország, ahol kevesebb gyerek születik. Tehát a Fidesz bármennyire is mozgósított minden energiát, hihetetlenül kevés eredményt ért el e tekintetben. Ugyanakkor tényleg egy stratégiai kérdésről van szó, hiszen ha 2050-re, egy nagyon jó tanulmányt olvastam ebben a kérdésben, ha 2050-re megnézzük a demográfiai folyamatunkat, akkor egy 8 milliós országban hihetetlen sok idős ember lesz, nagyon kevés fiatal lesz, nagyon kevés, aki fizeti majd a nyugdíjjárulékokat, amiből az idősek megkaphatják a nyugdíjukat, és a megszülető gyermekeknek az 50-60%-a legalább az cigány lesz. Tehát ezt a problémát kell megoldani a Fidesz kormánynak, és erre mozgósított mindent, és úgy látom, hogy egyenlőre nem sikerült megoldania. Minden 6. magyar gyermek külföldön születik, és az előbb, amikor említettem a cigány gyerekekkel, nyilvánvalóan nem a bőrszínük miatt kell bárkinek ebből problémát csinálnia. Az is az, tehát nagyon fontos, hogy a elfogadás, a tolerancia, a szeretetteljes integráció, befogadás meglegyen, az előítéleteket lebontsuk. De ez akkor, amikor 50-60%-a az embereknek, magyaroknak cigány lesz, nyilván a középosztálynak is egyre jelentősebb része cigány lesz, és a többi, ez valószínűleg meg fog oldódni. De ezt a problémát nekünk kell kezelni, nekünk kell megoldani, mert magától nyilván nem oldódik meg, sem a népességfogyás, sem a cigány kérdés. Tehát nekünk És az igen kérdés az nem csak előítélet, mert mondtam, hogy ez nagyon fontos, hogy ők semmiben ne szenvedjenek a bőrszínük miatt, a kultúrájuk miatt hátrányt, hanem szociális kérdés is. Az, hogy a bőrszíne 50-60%-nak milyen lesz 2050-ben, az egy adottság, azt fogjuk tudni. Hát azért keveredés is zajlik már most is. Most is, mindig, és az elmúlt időszakban is zajlott. Hál' Istennek, nagyon sok olyan ismerősöm van, aki félig cigány, sok vegyérházasságban, és a többi, és ez nagyon jó. Ez egy fontos folyamat. De a szociális kérdésre hadd utaljak, tehát a legnagyobb probléma 2050-es számokkal az nem az, hogy nekik a bőrszínük milyen, hanem az a probléma, hogy ha ezek olyan társadalmi csoportokból érkeznek, akik iskolázatlanok, lemaradt, szociálisan leszakadt rétegek, és a többi, és az egy óriási probléma. Tehát, hogyha Magyarországon a jelenlegi trendeket nézzük, és nem tudunk rajta változtatni, akkor 2050-ben Magyarország már csak ezek miatt sem lehet egy prosperáló, egy gazdag, jóléti állam. Tehát nekünk ezt igenis meg kell oldani. Meg kell oldani a cigány kérdést mégpedig úgy, ahogy a Hódmezővásárhelyen tesszük, van ez a Petra Modell programunk, tehát van egy nagyon komoly felzárkóztató program, ez a következő generációnak az esélyeit nyitja meg. Tehát az, ami az oktatás kapcsán is megbeszéltük, nagyon fontos a legszegényebbek, leglemaradottabbaknak is biztosítani, hogy ők is lehessenek orvosok. Ők is lehessenek jogászok, közgazdászok, bármi, tehát nekik is minden lehetőségünk meglegyen, hogy sikeres vállalkozó legyen, jó szakember, jó szakmunkás legyen, egyetemi professzor legyen, és a többi. Politikus legyen, államférfi legyen, miniszterelnök legyen. Tehát ez az egyik, és ezt meg kell tegyük. Ez egy szociális kérdés. És természetesen az előítéleteket is le kell bontani, tehát ezt a befogadást, amit például Bogdán Lászlóval több alkalommal dolgoztunk ezen Vásárhelyen is közösen. És nagyon nagy veszteség számomra az, hogy ő tavaly meghalt. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy óriási probléma, a Fidesz nagyon komoly erőforrásokat mozgósított, legalább a demográfia oldalon, és hihetetlen kudarc, amit eddig felmutatnak, az egy nemzet tragédia, ami zajlik. Trianon ehhez képest semmi nem volt, amifelé most megyünk. Én azért más is látok, és nem a Fideszt akarom megvédeni, mert nem hiszem, hogy ez a Fidesz politikai érdeme, de ugye én gyöngyösi vagyok, és amikor szüleimhez utazom az M3-oson hétvégéken, akkor pont azt látom mondjuk péntek délután, hogy az M3-as dugóban, mellettünk arra szóló autókban cigány munkások mennek haza Borsodba, Szabolcsba, tehát hogy itt a budapesti munkaerőhiány, ami a kivándorlás miatt a építőiparban van nagyon sok ágazatban megjelent, az elkezdte őket felszívni, és egyre többen tudnak a közmunkaprogramból kilépve megjelenni a piacon. Nem elsősorban egy ilyen tendencia. A közmunka az lehet, hogy Orbán érdeme, az, hogy emelkednek Magyarországon a bérek, és hogy a cigányok is egyre nagyobb arányban kapnak jó fizető állásokat, ez nem Orbán érdeme, ez a kivándorlás következménye. Pontosan. Tehát sajnos annyi magyar elhagyta, és nagyon sok szakember, orvos, szakmunkásuk is elhagyta. A Vásárhelyen már nem csak Bécsben dolgoznak, meg Münchenben, hanem Pozsonyban is. Gyulán, Sarkadon, Batonyán pedig Aradon. Tehát sajnos ma a magyarországi bérek annyira alacsonyak, hogy az emberek és a devizahitelválság is nyilván arra motivált nagyon sokakat, hogy külföldön keressen munkát, megélhetést. Itt olyan munkaerőhiány alakult ki, hogy bár korábban az előítéletek miatt sokszor a cigányokat kiállították a sorból, és nem fel se vették, amikor fölvétel volt egy gyárba, most hála jó Istennek ők is kapnak munkát. Tehát ennek van egy ilyen, de nem Orbánnak köszönhetjük, csak közvetve. Azáltal, hogy mivel olyan állapotba került Magyarország, hogy a magyaroknak jelentős része külföldön talált munkát, itt óriási munkaerőhiány volt, ezért emelkedtek a bérek, és ezért kapnak munkát a cigányok. Tehát nagyon közvetetlen és sajnos káros közvetítőn keresztül jutott ide Orbán miatt Magyarország. Viszont annak talán lehet pozitív hatás, hogy ezek a cigány fiatalok olyan munkakörbe, olyan munkakultúrába kerülnek, ami nyilván az ő élethelyzetüket nagyban javítja. Csak már egy 20-40-50-60 éves cigány vagy nem cigány magyar embernek az esélyei már behatároltak. Ezért beszéltünk az oktatásnál arról, hogy hogyan kell felzárkóztatni őket. Tehát van egy ilyen szeretetteljes integráció része is, ami nagyon fontos nyilván az előítéletek lebontása miatt, de a felzárkóztatás egy kulcskérdés. És a harmadik probléma, amit érintettünk, ez a demográfiai probléma, hogy kevés gyerek születik. Én azt gondolom, hogy fönn kell tartani azokat a családtámogatásokat, amit a Fidesz bevezetett, de látjuk, hogy nem elég. És nem több családtámogatás a megoldás, hanem egy olyan országot kell létrehozni, egy olyan szeretett közösséget kell létrehozni Magyarországon, ahol jó élni, ahova a nyugati magyarok is hazajönnek, és nem innen akarnak kivándorolni. Ahol a vállalkozásokat nem csavarják ki a tulajdonos kezéből, mert megjelenik két napszemüveges fideszes, és elveszi a céget, mert szemet vetettek rá. Ha ezt a szabadságot, ezt a nyugati értelembe vett jogállamot, demokráciát tudjuk biztosítani Magyarországon, akkor ez egy olyan szeretett közösség lesz, ahova még a nyugatiak is hazajönnek, és ahol nem fogyni fogy a magyarság, hanem ahol örömmel vállalnak majd több gyereket. A szabadság, a demokrácia, a jogállam és a szeretett közösség lesz a titka. mint látjuk, a családpolitikai intézkedések nem voltak elegendőek. Ez akár végszónak is jó lett volna, de azért pár rövid kérdést még hadd tegyek föl. Családi pótlék, azzal mit kezdene a kormány? Én például biztos, én úgy gondolom, hogy emelni kell. A lehetőségekhez mérten mindenképpen emelni kellene ezeket a fix juttatásokat, amiket 10 éve nem emeltek. Olyat el tudsz-e képzelni, hogy a gyermekek, és ez mondjuk téged, mivel sok gyermeked van, akár érintett is, újra-újra erőkerül, annak idején én is támogattam ezt a javaslatot, hogy a gyermeknevelés az nyugdíjszerző tevékenységként kerüljön elismerésre. Tehát amikor valakinek a nyugdíját kiszámítják... Ezt is legitimnek és jónak tartom, tehát valóban arra kell mindenáron, és mondom, a Fidesz nagyon sok intézkedést már megtett. Sok jó és sok teljesen hatékonytalan, hatastalan intézkedést, az igen, tehát hogyha valamiféle módon még elő fogják ismerni a gyermekvállalást, mondjuk akár a nyugdíjban. A gyermeknevelést, tehát hogy nem csak... A gyermeknevelést, így van, vagy az iskoláztatást. Tehát ugye azt a Fidesz bevezette egyébként, hogy ameddig jár a gyerek iskolába, addig jár. Lehet azt is mondani, hogy minden segítséget megadunk, és ha ráadásul a gyerekedet eljuttatod egy érettségig, egy szakmunkás vizsgáig, nem tudom még, vagy akár a gyereked által fizetett, mit tudom én, hány évben fizetett adóból jut vissza a szülőnek. Tehát millió modell van, rengeteg kreatív ötlet van erre. Én ebben abszolút pragmatikus és piacpárti vagyok, ami működik, azt kell csinálni. Akkor értékeljük a kormányt, illetve akkor először mondj, van-e olyan javaslat, vagy van-e olyan döntés a kormánynak ebben a topikban, vagy ezen a területen, amit jónak tartottál? Hát én két dolgot szoktam elmondani még a Fidesznek erről a vonatkozó politikájáról. Az egyik az, hogy magamnak is iránymutató és nagy igazság volt, amikor még az első kormány alatt Orbán azt mondta, a cigányság felemelkedéséhez a tanuláson és a munkán át vezet az út. Nagy igazságnak tartom, és ezen kell dolgozni, a Fidesz ezen nem dolgozott jól. És azt is el szoktam mondani, hogy a Fidesznek egyetlen egy cigányt sikerült fölzárkóztatni eddig, Farkas Flóriánt. Most azokat kell elmondani, amik jók, de sikerült kettőt. De az első az jó. Tehát én azt gondolom, hogy az irány maga, a törekvés az jó. És még ha nem is szándékol, de éppen te mondtad el, hogy a cigányok körében a munkavállalás hál' Istennek emelkedett, hogy én azt gondolom, hogy egyébként az előítéletek is csökkenőben vannak, a tendencia tehát jó. Nagy veszély volt egy évvel ezelőtt, hogy egy cigányellenes gyűlöletkampánnyal akar majd választást nyerni a Fidesz. Ekkor jött elő Gyöngyöspata, a börtönbiznisz és a többi. Nem tudom, hogy a Covid vagy egyéb okokból, de ez lekerült a napirendről. Én el szeretném érni ezt, hogy soha ne is kerülhessen sor ilyenre. Hogy soha egy rasszista gyűlöletkampánnyal ne lehessen Magyarországon választást nyerni. Akkor nem tudsz jót mondani? Elmondtam tulajdonképpen. A közmunkaprogramot elmondtam, hogy jó. Elmondtam azt is, hogy önmagában a segély helyett munkát, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos alapelv általában is, és hogy rengeteg jó családpolitikai intézkedést tettek, és az is, hogy a középosztályt igyekeztek erősíteni, ez mind-mind jó. Összességében azt mondom, hogy ebben a tekintetben az elmúltkor, tehát azok a nagyon liberális korábbi, nem tudom, kisebbségvédő, jogvédő politikusok, akik szájjal, szavakban iszonyatosan kiálltak a cigányság és a kisebbségek mellett, ők sem tudtak fölzárkóztatni cigányokat, vagy talán még kevésbé. Tehát a 2010 előtti kormányoknak a roma felzárkóztatása az sokkal kudarcosabb szerintem, mint Orbánéknak. Tehát Orbán e tekintetben nem teljesített rosszabbul, mint akár a korábbi szocialista és liberális kormányok. Tehát én azt gondolom, hogy az eredmény tekintve, és annak sok összetevője, megbeszéltük. Egy hatost mondjuk, azt lehet adni, igen. Hát a végére értünk ennek a beszélgetésnek. Bocsánat, még legyek jó indulatú, a 7-es, 8-ast is akár tekintettel a családpolitikai intézkedésekre. Rendben. Végére értünk ennek a beszélgetésnek, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy ezekről a témákról tudtunk beszélni, és szerintem a nézők számára is fontos volt, hogy megismerhették a te miniszterelnök jelölti elképzelésedet, víziódat, jövőképedet. Sok sikert kívánok a kampányhoz. Önöknek, nektek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Remélem, hogy értékes információkat tudtatok meg Márki-Zay Péter programjából. A Pilvax Estek Extra folytatódni fog, úgyhogy más miniszterelnök jelöltekkel várlak benneteket. Köszönjük a helyszínt a Kraken Townnak.